és kinek az ágy, ha már a csap felett hamszik a szád, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad, valami felrász, magához húz, lehet már korelök, vagy egy hiány húz, tudod, hol a helyed, ha roppan kész szól. Klassz FM Morning Show, Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hallottátok ezt az önkéntes Batman? Hát egy fél mondatot beszéljünk róla. Isten nyugasztalja. Zseniális már a pali. Valaki el fogja intézni előtt. Zseniális a pali, csak egy mondat erejéig, tényleg, hogy ő felvett egy kis Batman ruhát, kicsit pocakos, kicsit elhízott de Batman. De hogy hát igazából imádom az embert, bekísért valahova egy olyan bűnözőt, akit már egyébként régóta kerestek, majd amikor a rendőrség szerette volna megtudni, hogy hát ő mégis kicsoda. És miért kísérte be azt a bűnözőt, akit ért egyébként ők nagyon hálásak? Felszívódott. Eltűnt. Kiugrott az ablakon és elsikult. De nem aranyos, most mondjátok meg. Én nem is tudom, hol történt. Amerikában talán, azt hiszem, nem tudom, hogy pontosan hol történt. Bement egy Batman ruhába. Bevitte a bűnözőt, leadta a rendőrségen, és elment. Orr, én imádom az ilyet. Most mit mond érted az adatrögzítésnél? Neve? I'm a Batman. Batman a man. Batman. Igen. 27 éves bűnözőt vitt be, aki rendőrségi körözés alatt áll. És a sötét lovakhoz hasonlóan eltűnt az éjszakában, mire a rendőrök észbe kaptak, hogy rákérdezzenek a szuperhős ruhára, és arra, hogy ő ki. De érted? Tehát ő otthon beöltözött, elindult, megtalálta a vadat, hogy vitte be, hogy vette rá arra, hogy menjen be vele a rendőrségre, semmit nem tudni. Mondjuk simán el tudom képzelni, hogy amikor ketten így besétáltak, akkor először őt akarták őrizetbe bevenni. És nem pedig azt, aki ide bekísért, mert hát kettőjük közül valószínűleg őrizet ki. Nézd már, meghozták a bolondot. Na, jó van, oké, irány a pszichiátria. Köszönjük, uram, hogy behozta Batman, és kiderült, hogy ő a bűnöző. Ez nem veszélytelen dolog egyébként. A Kikesz című film jut az eszembe róla, amit nagyon ilyen Haver címmel fordítottak, forgalmaztak, ahol ugye egy srác szintén azt gondolja, hogy neki kell megvédenie mindenkit, aki rászorul, és akkor rendel magának egy ilyen kis ruhácskát, fölveszi, és az első adandó alkalommal, amikor összefut két srác, annyira megverik, annyira rettenetesen megverik, hogy aztán minden csontja összetörik, és ettől válik ő igazából szuperemberre, mert később már nem érez semmit a verésből. De hogy itt is azért, hogy valakit felszólítasz arra, hogy adja meg magát, fáradjon be veled a rendőrkapitányságra. És egyáltalán Batman ruhába teszed. Batman ruhába, hát ott azért először kiröhögnek, aztán egy hatalmas pofont. De képzeld, a csávó is mekkora fanatikus lehet a bűnöző, hogy bement vele. Tehát azt gondolta, hogy itt nem tudok elmenekülni. Én nem tudok elfújni. Figyelj, te vagy a legjobb, olyan járgányod van. Olyan járgányod van, annyira jó vagy, az összes filmedet láttam, én nem menekülök. Hova meneküljek? Bemegyek veled, mutasd az utat. És szépen ketten besétáltak. Nem imádnivaló az ilyen ember. Így van. Érted, hogy otthon megveszi, fölkészül, elfogja, beviszi, majd stílusosan távozik. Én az ilyen karaktereket imádom, tényleg. És igen, ott álltott kis pocakkal, behoztad, nem vársz elismerést, nem is kaphatsz, hisz szuperhős vagy, és nincs szükséged elismerésre. És az öreg meg azt mondta, vagy a csávó, hogy hát Batman hozott, hát vele bejövök, vele nem szabad újat húzni. Öreg, te vagy a király, számtalanszor megmentetted Gotham City-t, te vagy a legnagyobb, minden filmedet láttam, bár látom, hogy az autocsilid éppen most szervizben van, és egy kicsit megpocakosodtál. Raboltam, fosztogattam, kettő darab fegyver van nálam, de tudom, hogy nem lenne esélyem használni, inkább besétálok veled a rendőrséggel. Visszaszólt még az ajtóból, és ha baj van, akkor kapcsolják be a reflektorokat. Ja, imádom, az ilyen karaktereket imádom. Na, viszont egy kis kulisszatitok, Janinak mutattam, a Feri mindig, amikor kimegy, akkor itt hagyja a számítógépet. És mindig, ha megnézzük, hogy a másik embernek mi van megnyitva a gépén. Tudtam. Ez csak olyan baráti szeretetből. Kicsit átmegy Jani gépéhez, megnézem, ő mit néz, kicsit átjöttek az én gépemhez. Most szemét leszek, most elmondom, hogy a Feri gépén mi van megnyitva, hát, és ezáltal egyébként magyarázatot is követelek erre. Feri kiment dohányozni. Mi gyorsan átültünk, és megnéztük, hogy miket nézeget. Hihetetlen. SMS fal, mi? Az SMS fal meg van nyitva, az jó. Egy tehát hatalmas cirmossal közösülő tacskó. Viszont vannak olyan bizarr dolgok, amit most állok, hogy nem tudok magamba tartani, és kérdésekkel szeretnék bombázni, hogy miért van neked ez megnyitva. Keresőprogram, G betűs,
csak annyi beírva, hogy spinning. De várjál, ez így jön az egyik. Igen, 600 link kiadva arra, hogy spinning, és a szépen egyenként ugye kis tálcára vagy kis ablakba fölül, fölrakva jobbra, különböző spinninggel foglalkozó oldalak további megnyitása. Szeretném én megkérdezni Feri tőled, hogyha már voltam ennyire szemét, hogy belenéztem a gépedbe, mert egyébként is belenéztek az egyébként. Mit csinálsz te spinning oldalakon? Nagyon várom, mit? Hogy olyan fotó legyen, hogy a hátsó sorból a fenekek. Igen, ugye beszéltünk erről. Megértem, hogy mi fenekeket nézel, ez oké. Okay. De mit keresel te? Elütötted a spinné szót? Vagy valami ritka ázsiai fűszert keresel, és a spinning oldalajukat. Tehát miért van neked a gépen 6 darab spinning oldal meg? Következő a helyzet. Bocsánat, csak még egy mondat. Aljas vagyok, hogy én ezt most behozom, de mindenki mindig megnézi a másik gépét. Azért tegyük hozzá. Igen, nem, én vagyok az, aki mobiltelefonokban turkál, és mindig megnézi a gépeteket, ahogy kiteszem a lábam, aljas szemét mondom, vagy elállítjátok a gépemet, vagy ti is megnézitek. De hát itt zajlik egy ilyen kis mini háború a kulisszák mögött. Föltesszük majd a képet egyébként, ami Ferinek a gépén. Na, hát nem volt. Életben nézd meg azt. Látod, tedd már fel a Facebookra, hogy mit keres. Na, egy női, egy fenék egy tangában ül egy bringán, és baromira teker. Igen, mert azt akartam beírni, hogy tanga spinning. Csak okay. De hogy a vizuális élményen kívül, amit egyébként megértek, és az tényleg jó. Mit csinálsz te spinning oldalakon? Következő a helyzet, gyerekek, elvittem a kerékpáromat felújítatni, egy kicsit tavaszi nagytakarítás, kezdődik mindjárt a szezon, és arra az elhatározásra jutottam, elfáradtak a lengéscsillapítók? Megint nem bírta a súlyomat, hogy föl kell készülnöm. Föl kell készülnöm, most még nagyon hideg van a kinti kerékpározáshoz hajnalban, azért ilyen egy fokban én nem szeretek biciklizni. Egy, kettő pedig, hát ez a látvány, amit hamarosan ti is megnézhetek a Facebook oldalunkon, az oda vonzott engem, el akarok menni spinning órára. Ne csináld már. Esküszöm. Ne. Hátsó sor, picit néma leszállok. Ne már, léci ne. Kiállsz a nyerekből, érted, és érzed a szelet, és egyet, a kettő, a balla, jobb. Nagyon jó lesz. Miért? Te beülsz 30 nő mellé, vagy mögé. Mögé. A tervem az, hogy mögé. És elmész spinningelni. Szoros gatyó, kis vízi bőrbetéttel belül, tudod, hogy ne. Hallod ezt, Szeni? Hallom. Nekem a legjobban az egyet, a kettőt, a balla jobb tetszik. Hozd egy kicsit, meg is az egyet, a kettőt. Ezek szerint videókat is nézed. Ja, ez nem jó zene, tudsz zene, megy tukka-csukka-csukka-csukka. És az egyet, a kettő. Kiáll a nyereg, egy a kettő, kiáll a nyereg, a balla jobba tekerd meg, fölmegyünk, egy a kettő kilóg a beled. Hát az is. Ez van. Ott ülsz majd 30 nő mögött is tekersz. Igen. Az vagány. 30 nő. De nem vagy normális. De miért ne lennék spinning? Hát ez a legbetegebb sztória, mint most az utóbbi hetekben hallottam. Tök jó lenne. Kell videó, Laci elmegy forgatni. Csinálni fogok, hogyha... Te is lehet ott videózni. Csak kiállsz a gyerekből, és fogod a kis okos telefonat, és kicsit magadat, kicsit a csajokat, igen. És azt látjátok, hogy ömlik rólam a víz, még mind ez az első egy perc, és a másodiknál leborulok. Az a bajom, hogy nincs olyan, hogy délben kezdődik. Tehát vagy reggel tudsz menni, vagy este. Most azt keresem, hogy egy ilyen 11 deles kezdés, mert akkor innen gyorsan átmegyek. Magánórára meg nem akarsz menni, mert ugye a kis csoportos foglalkozás nem érdekel, hiszen ott a felhozatal is kisebb. Hát érdekel, ha olyan az edző, akkor azért érdekel, de most ilyen férfiak is edzenek, az se érdekel annyira, hogy egy ilyen 30-as női csoportba bekerülni valahogy. Újrakezdő kerékpáros spinning óra. Nagyon, higgyétek el, nagyon jó, 45 perc, szól a muzsika, tekesz és kerékpározol. Nem áll. Miért mi lesz a következő? Most elmész eresgézni? Igen, én azt is szívesen. Ne legyél már Szabó Győző. Nem szeretek. Aki mindenhova elmegy. Nem szeretek. Ahol fizetnek. Kigyúrt férfiakkal együtt lenni. Mert ezt megértem. Megalázó számomra. Én sem szeretem az edzőtermek hangulat. Semmi, nem bírom. Nem vagyok odavaló. Ezt tökre megértem. Már nekem van egy ilyen frusztráció, a tusolástól félek, érted? Kicsi a kuki. Hát nem a kuki miatt, hanem ott a nagy a has. Másoknak kicsi, és nem szeretnék egy zavarba hozni. Mindig érzed azokat a frusztrált, ilyen elforduló férfi téged, akik oda néznek, fölüvöltenek, elfordulnak, és nem mennek többet zuhányzók. Na, mi srácok, ez itt a lesütött szemek klubja. Mutatkozzatok a kicsi Ferinek. Kis Feri. És még nem értem. Nagy kő alatt lapul a nagy kígyó. Jó duma egyébként. Na, szóval női csapatba én akarok, be kell menjek, egy heti kettőt most így bevállalok, meglátjátok, szép leszek, fit, karcsú, gyönyörű.
hogy mire a rendes kerékpárra fölülök, érted, addigra ez menjen. Tudtam, hogy valami beteg dolgot akar ez, hogy hat spinning oldal. Tehát ezt tudtam, hogy most be kell hozni. Tehát ezt most nagyon éreztem. Nem szoktuk. De most az a baj, hogy ilyen dolgai, de ezt most be kellett hozni, hogy te elmész spinningelni, ez egy nagyon beteg sztori. Kis gatyában, kis fejpánttal feszülve, izzadva, 60 női sekk között ott fogsz egyedül férfiként tekerni. Majd ha hozom a fotót, akkor majd irigykedsz. Ilyen jó csajok vannak, meg jól néz neki. Tehát egy nő, hogy pucsít, és közben teker, és jó a combja, jó a fenek, azért az tud tényleg barom jól kinézni. De ugye egy pali majd ott meg tudod, rohadtul izzadva, kapkodva a levegőt, spinningel 30 darab, ordító, sikítozó nővel. Figyelj, csak mondom, hogy mi a pszichológia, amit én már kidolgoztam. Bejön az ízlésesen molett férfi, 40 fölött ez vagyok én. És ízlésesen molett. Ott vannak a gyönyörű kisportolók, akik azt mondja, jaj, de aranyos, hát segítsünk már neki. Érted? Egy lelki és később testi támasszá alakul át ez de nem félsz, hogy kihívnak és te leszel az ellenpélda? Tehát, hogy ne csináljuk? Feri, jöjjön ki, mutassa meg, hogy nem szabad csinálni, hogy akkor köszönjük, Ferenc, menjen vissza a terem, köszönjük, nagyon jó, akkor most jöjjön ki, idén kell, mutassa meg, hogy kell csinálni ezt a feladatot. Tehát nehogy itt valami előtte kép legyél, vagy ilyen ellenpélda legyél. Nem, én azt is vállalom, azt is vállalom, mert akkor viszont legalább szemből is látom majd a nőket. Tehát nem csak a feneket. Hát minden nő reggel spinningel, vagy mi most találjunk neked spinning órát? Én nem akartam ezt, de nem én vagyok a leimolós a csapatban, ugye tudod, Bali, hogy az van, hogy ezek 10-ig spinningelnek, és 4-től, tehát a spinninges 10-től 4-ig pihen. És tehát reggel elmegy, pihen, este megint elmegy. Igen, hát nem biztos, hogy ő ugyanaz, de hogy egy ilyen 11 delest akartam nézni. De figyelj, hogy meg fogsz halni 5 perc után. Nem. Tehát az lesz, hogy minden nő teker egy irányba, hogy hallanak egy rohadt nagy csattanást, hátranézek, és a Feri ott vergődik, és így rajtam a bicikli. Igen, de Feri, még csak gurultunk az Istenhegyi lejtő lefelé, ez még csak a bemelegítés, még nem kezdtünk el felmenni az emelkedőre. És ha van egy picik is lejtés a padlón, akkor így a lakkozott felületen egy végigcsúszik egészen a tükörig. Nagyon teker, nagyon kezdve, hol van ezen a fék, hol van ezen a fék, nem tudok meg, eldőlsz balra, és becsúszol a tükörig. De tényleg, te ott meghalsz, ott maradsz, ne csináld. De legalább... Ebbe beledöglen. De saját jó, tempóba kell tolni. Hát persze, pont ez a jó benne. Itt, de ne itt egyszerre, kiállunk egyszerre a nyeregbe, visszajönünk egy. Tehát ebben van egy ilyen közösségi élmény, nem? Én legalábbis úgy láttam. Van, csak úgy csinálják, hogy ugye nagyon fontos, hogy a saját belső tempódat kell megtalálnod, és akkor úgy csinálni tovább, hogy nem kell feltétlenül úgy tekerned, mint az állat. Most egyébként mire gyúrsz, hogy kerekseged legyen? Tehát mi a cél? Mert az a csajok azért mennek, hogy jó fenekek, meg jó kerekek. Neked már így is megállok a korsó. Két kis fokhagyma gerezd, de hogy kondiba legyél már. Kondiba akarsz, akkor menj el futni. Hát nem megyek el futni, hát az egy butaság. Mondjuk abba is belehalsz. Az egy butaság. Fussanak azok, akiknek nincs autójuk. Jani fut, igaza van, nincs jogcsia. Valahogy el kell érni a villamos. Ez jó megoldás, fussanak a szegények. Nekünk ott van az autó. Ne forgass ki a szavaimat. Az nem vonz a futás. Valamiért az nem. És itt arra gondolsz, hogy meglátsz 30 gyönyörű női feneket, és akkor kicsit jobban bírod majd. Utol akarod érni, tudod? Igen. Előtted van. Utol viszont akkor, hogyha más spandex gatyát veszel, akkor legyen már tényleg a zenis kompatibilis, egy jó Scorpionsra toljátok már jött, és lehetőleg ilyen darázs mintás legyen, tehát ez a fekete-sárga spandex, ami a legklasszikabb. Ha tudsz szerezni, akkor szóljál, elmegyek érte. Na, az jó lenne egyébként, hogyha a spinning talált találnánk, akkor a Ferinek, aki nem egy ilyen maszkulin típus, tehát hogy aki ténylegesen őt inspirálja, aki segíti, aki előre tolja, és nem ez a, mert hát szerintem simán belefuthatsz abba, hogy mondjuk adott esetben na kérem szépen, hátsó sorból előre a dagadta, hogy szem előtt legyen át. És egy ilyen 90 kilós nő is masszer, tudod, kicsi bajusszal megérkezik, mit lazsálsz ott hátul szemüvel, gyere csak előre kicsikém, adok én neked, ki vagy Kocsi Feri, gyere akkor néhány szó spinningről, de előtte skandál. Nagyon megaláz, nagyon megbüntet, hátrazavar, igen. Ez egyébként jó. Tehát ez egyébként... Most ez kezdesz átállni, kicsit, na majd elviszlek. Kicsit elkezdett ezt szólni. Már benne dolgoztam magam. Figyelj, a csapatban. Májusban akarunk egy kitelepülés, formába kell lenned. Az nem, mert tudod, hogy ez engem nem szokott zavarni, hogy mennyire vagyok forradalmi, mennyire nem. Igazából tényleg az van, hogy jön a szezon. Nem tudom, én ebben nagyon konzervatív vagyok, tehát én valahogy úgy látom, hogy azért egy pasi csináljon, tehát hogy tök jó, amit akarsz, de hogy egy pasi csináljon pasis dolgokat. A nő menjen ez spinning, nem? De nehezen bírom. Tegnap játszótéren voltam, gyerekkel láttam, hogy nők fociznak. Pont egy ilyen sportklub mellett volt, hogy játszótéren. Nagy darab, cofos, ilyen 90 kilós, vékonynak nem mondható lányok. Basszolj! Tudod,
Picit elbizonytalanodtam, mondtam, oké, csajok. És nem labdát húgoztak, hanem acsiköket dobáltak. Fölkapta a telefonfülkét, odavágta a másikhoz, mert nem futott elég gyorsan. Tehát, hogy ezt valahogy úgy látom, hogy nincs ezzel baj, csak hogy tehát egy pasi, maradjon meg a pasis dolgok. A kerékpározás az pasis. Tessék? A Tour de France-on például az férfiak tekernek. Ahogy te tekernek. Nem bírok fölmenni az emelkedőn, érted? Tehát ahogy te tekersz, az jó. Tour de France-os versenyzőnek felelsz meg most. Figyelj, csak utána hogy vagy az összes csaj bemegy, és csipogva röhög majd az öltözőbe, te pedig ott egyedül férfiként vagy, akkor megpróbálsz vegyülni. Hello, csajok! Hol van? Igen, most nem maradmálkozom majd meg. Hol az zuhanyzó? Vagy te egyedül magányosan a férfi öltözőbe átveszed a kis spinning cuccodat, és utána találkoztok már a teremben? Hát ott baromi magányos lesz. Nem, hasbe húz, ajtófélfa támaszt, nagyon lazán, ami ki nem megy az utolsó. Jó, akkor szerdán ugye újra találkozol. Jó, akkor jó, pint, kimenek az Figyelj, ha jó arc vagy, beülsz, fogsz egy korsó sört, kicsit tekersz, iszol egy kicsit, lerakod. Tehát, hogy, hogy akkor ott vagy, csináld meg. Igen? Persze. Menj egy óra egy ilyen spinning, 45 perc. 45 percig tekersz. Feri, abba te tényleg beledöbb. Nem halok be, mert én például... Hallod, Feri, te meg téged fogsz halni. Onnan lepedőben visznek el, vagy tepsibe lecsin. Én értelek. Ne csináld, létszi, ne csináld. Például tavaly nyáron én föltekertem dobogókőre. Tehát, igen. Hogy, igen, meg én kerékpározom. Azt mondjuk nem, az a Szentkeresztről vagy. Hallott? De nem, az le akarok. Nem, a 13. kerületben fölültem, kimentem Szentendre felé, Szentendré fölmentem Pomázra. Hát figyelj, hát tehát, egy Miguel Indurain ehhez képest sehol. Jó, mondjuk 3 napig. Ment, de fönt volt. Igaz, hogy 3 napot lefelé. Igaz, hogy ráment egy hétvégén, de felrekertél. Jó, nem, 13-ból dobogókő, az le a kalapot. Szent keresztig megizzadnék. Tehát az nagyon szép. Na, az tényleg szép. Megvan bennem a spiritus, csak rárakódott egy védőréteg. És ezt vissza akarom magam gyúrni. Meg hogy stílszerű legyek, érted, a kacsát is a saját zsírjában süti. Hallod? De jó, hogy belenéztem a gépedbe. De jó, de szeretünk egymás gépébe belenézni. Milyen gyöngyszemeket találott az ember? Én örülök neki. Két évvel ezelőtt úsztátok át ugye a Velencei tavat. Igen. Na, én tavaly például hiányoltam. Úsztátok át, a Feri átsétálta konkrétan, és közben csapkodott a karjával. Nagyon úszom, és közben bokáig ért neki a víz. Tavaly már nem indult el rajta, mert hát ugye aláírású gyűjtés volt ott az átelőten érő. Vízkiszorítás miatt, hogy még egyszer ne menjen be. Igen, az óriás ne úszon idén, mert... De én most én azt komolyan hiányoltam tavaly, hogy nem volt ott a nevezők között. Én tökre örültem neki, amikor ezt így megcsináltam. Mert kerékpároztam pont akkor. Én a Velencei tónál minden este körbe tekertem a tavat, meg ilyenek. 30 kilométer, tök jó. Ja, se jó, nem minden este, minden második. Az a durva, hogy nagyon sok hallgató ír. A spinningen sok a pasi, én is járok, írja Garma. Ne fikázd, Balázs, én zumbázni járok. Na, az a másik tervem, a zumba. De tényleg, ne várj, gyerekek. Hát, de hová tart ez a világ, igen, ahol férfiak zumbáznak, nők futballoznak? Tényleg, ne menjünk már ez zumba aerobikra egy miért pasi. Ne? Jó, hát akkor menjek kapuérázni, vagy menjek. Kapuérázni a Feri, azért az zseniális lenne. Jó, most oké, ez nem teljesen. Neked szólt, Feri, hogy iszonyatosan fehér ruhába, iszonyatos flip-flakokat ugat. Igen, hát csinálsz, Feri, hosszú kapuérázom. Fehér lemvászon, nadrág, kis piros övvel, fehér pólóba, és képzeld vár el, hogy ha tudod ott a Feri. Jani táncol közben, és ugra-bugra bemutatja, igen. Hát ez zseniális lenne. Van egy kézzelátfordulás, meg ilyen. Hát igen, ne, csak vicceltem, igen. Jó, meglepődnétek, hogy milyen sok pasi spinningen ír egy hallgató. Hajrá, Feri, ne hagyd magad, vannak pasik is a spinning órán, bár szerintem már nincs ideg biciklizni, én is azzal járok munkába. Na jó, nem hajnalban, igen, hát mi még ott azért erősebb mínuszban indulunk. Ne szívjátok Feri vérét, a biciklis fiúk télen mind spinningelnek. Nem ciki ez egy pasinak, sem írja Anna. Na, tessék. Na. És látod, a nők is nem, írják. Sajnos én már nem tudok lefúzni a kapuéráról. Nekem a magyar kapuérának szükségem van Rákóczi Ferire. Nem, az... Így elkezdte. Igen, és akkor majd kérdezik az abszolút kezdők, majd kérdezik, és ez a technika mi? Ez egy nyílt törés, ezen a héten már másodszor a szete. Azért jó, ha én kapuérázom, mert ha ez a súly megindul, érted a tehetetlenségével, nem marad. Állítsátok meg, Rákóczi Feri! Nem, valahogy imádnám egyébként elmenni tényleg egy spinningre, kicsit eltájolnád magad, és 40 pasi lenne, és 2 csaj. És tudod, várnád a katonát, és elkezdenének gyűlni a terem, és egyre több pasi lenne. És kiderülne, hogy ez valami... Egyébként nagyon sokan írják. Nem csak pasiknak szóló, csak kicsit rosszul lőtted be a termet. Akkor is végig nyomott, akkor már végig nyomott. Hát, ha már ott vagy, nem? Persze. Ha már ott vagy. De legyél nagyon jó fej. Remélem, a zuhanyzó is koedukált, nem csak az edzés. Tényleg, és közben
Akarsz majd egy kicsit így kontaktálni? Hát barizunk. Igen? Hát jó, hát barizunk. Barizunk. A csajokkal barizunk, a férfiakkal elmegyünk utána sörözni. Tök jó, új barátok. De legyenek ilyen két hét után már ilyen örökre? Spinning forever, meg ilyen pólók, meg létsz. Állandó pulzusmérővel járok majd bedolgozni. Könyörgöm, csinálj egy darab fotót. Ha akarod, nem tesszük ki a Facebookra, csak csinálj csak egyet, hogy egy kicsi rózsaszín fejpánt, egy előtte utána. Ahogy iszonyatosan tekersz ott a spinning órán. Értelek, de nem kell rózsaszín fejpánt. Na jó, de ilyen feszülős bringás gatya kell. Hát de meccel melegítő nadrág, az nem lehet. Van feszülős bringás gatyom. Ha nem vág be, nem is vagy igazi spinninges. Ha nem vág be a szívemig alulról. Terméket tesztelünk. Egy olyan terméket, aminek azt gondoljuk abszolút aktualitása van, nagyon sok helyen reklámoznak, nagyon sokfélét, és ugye nagyon sokszor hallani azt, leginkább egyébként Budapesten és különböző nagyvárosokban Magyarországon, hogy egyre többször történik olyan, hogy valaki gyanútlanul áldogál a piros lámpánál, egyszer csak mellé teker valaki bringával, vagy inkább motorral, betöri a szélvédőt, kikapja az anyósülésre lapuló laptopot, aktatáskát, ha még valaki használ aktatáskát, vagy bármilyen más kis kézitáskát, gáztad és elmegy. Ugye volt néhány Budapest belvárosában, így van, néhány eset, az elmúlt, így van, itt aztán elkapták őket, az egyiket ott ugye önbíráskodás, mert elütötte a motorost, és megszaporodtak azon cégek, akik azt mondják, hogy ha lefóliáztatjuk az ablaküveget, akkor 100%-osan törésálló, megvéd minket a szétrepülő üvegdaraboktól, az utasokat megvédi, nem lehet betörni, nem fogják feltörni az autót, nem tudnak minket megtámadni, mindenféle mechanikai sérüléstől véd a fólia. Nem. Mit? Nem ezt csináljuk. Nem ez lesz. Ne azt mondod, nem, én most hazamegyek. Tehát nem, nem lesz törésálló. Nem lesz törésálló. Tehát, hogy nem pattan szét, a fólia megfogja. Így van, így van. Igen. Ha betörni, de nem tudsz benyúlni. Hát nem tudsz benyúlni. Na, hát akkor állja a törés. Akkor nem törésálló. Tessék? Igen, mondjuk az most igen. Mit izé ez? Hát tök minden. Na jó, akkor nem érdekel, hogy betörik, na vagy jó, nem. A lényeg, akkor hogy legyen. A lényeg, hogy nem tudják betörni. Ugye a fólia lényeg az, hogy megtartja a törött üvegszilánkokat, de nem tud benyúlni. Egyenként kellene kivenni. Csinálnak ilyet lakásoknál is ablakfóliára. Hozattunk egy autót, nagy örömmel fogjuk széttörni a szélvédőjét. És kipróbáljuk ezt egy sima szélvédőn, nyilván, hogy milyen mechanikai sérüléseket tudunk okozni, nyilván teljesen egyértelmű, és aztán egy olyan szélvédőn, ami már be van fóliázva. Tényleg nem tudjuk betörni, tényleg nem tudunk kivenni táskát, ha már egyébként Feri spinninggel őt fogjuk bringára ültetni, ő lesz az autós, ő lesz a rabló. Nem lehetek én a bringa. Nem. Te leszel a rabló. Nekünk van egy ötletünk a Janival. Egy spinninges kerékpárt rakunk ki neked az udvarra, és oda toljuk mellé az autót, az autót, mint a megközelíteni. Neked nem lesz más dolgod a következő fél órában, mint baromira tekerjél, és legyél rabló. Jó? Te leszel az, aki mellé beáll majd az autó, te nagyon tekersz, törsz egyet, és utána szépen megpróbáld kivenni a táskát. Úgyhogy ezt teszteljük, megnézzük, hogy működik-e. Kinek van ilyen az autóján? Már most. Nekem nincs. Nekem se. Nekünk nincs, jó, de hátsó fóliázva van. Neke? Hogy? A hátsó rész az fóliázva van, szerintem az többé-kevésbé. De alufólia vagy? Persze, minden, igen, nem, az egyik oldalon alufólia van, másik oldalon a folpak van. És a macska például, hogyha a halat viszünk a kocsiban, nem tudja beszakítani a mancsába. De miért csak a hátsó ülésen van? Mit? Vagy csak a hátsó ülésen? A gyerek miatt, mert csak a gyereket féltjük igazán. Nem szeretnénk, hogy a gyerekkereskedők megkaparintanak. Igen, téged kikaphatnak az anyós ülésről, a gyereket ne vigyék. Na, szóval ezt a terméket teszteljük, nem sokára jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, 4:10 lesz pontosan 4 perc múlva. Új SMS számunk van, mindenki jegyezze meg. Már én még mindig mondom, hogy új, hát már annyira nem új, egy hete ez van, de hát talán azért nem mindenki hallgat minket minden nap. Lehet, hogy van, aki ma csatlakozott be, ez pedig a 06-70-645-00-00. Ide várunk közlekedési híreket, többek között, nyilván. Azt mondja, hogy trafi az M3-as 106-os kilométerénél a MOL kúton Pest felé, valamint M3-as Budapest felé a Kagylós kútnál mérnek. Ez nem ugyanaz, igen. 85-ös főúton a Kónyi elágazó után Győr felől rendőr, valamint KPM üzeni pocak, valamint az Erzsébet híd áll, de az alagút is áll Pest felé, András. Két lerobbant busz egymás mellett két sávot foglalnak az Asztóriánál, óriási dugó van. 8-ason Rönkön van egy trafink, és a 4-esen is a 216-os kilométernél Ebes felé haladókat nézik. Ez pedig kecakülte nekünk.
Jaj, gyerekek, nem cserélnék, most olvastam egy hírt, nem cserélnék a, azt hiszem talán a szaudi uralkodó család tagjával. Ő most nagyon dühös, és, na, és nem jó, hogy nagyon, nagyon be van rágva. Nagyon berágott, igen, és tényleg, én megértem, hogy dühös. Vízdíj, villanyszámla, mi a gond? Nem, hát a Forbes magazin rosszul mérte föl, hogy csak a 26. helyre sorolta a szupergazdagok szupergazdagokról összeállított listán, és felháborodásának adott hangot a herceg, hogy kikéri magának, hogy csak a 26. helyre sorolta, és hát most azt próbálja bizonyítani, hogy ő egyébként ennél sokkal gazdagabb, mert nem tudom hány milliárd dollárt írtak csak a számlájára, totálisan kikelt magából, kikéri magának, sőt annyit kért, hogy vegyék le erről a magazinról, mert ez a magazin ennyire ócska, hogy nem tudják az ő teljes pénzét, és nem 42 milliárd dollárja van, hanem 642 milliárd, akkor ezt kikéri magának, és hát ő nem ez akar a Forbes ilyen. Is egyszerű, hihetetlen, hogy lemettek bulvárba. De tényleg, hogy nem járnak utána, hogy most 26 milliárd vagy 43 én milliárd. Én biztos, hogy perelnék. Hát ez olyan szintű hitelrontás, hogy és a rojszokat látta már ott hátul. Hát. Nem hiszem el, hogy egyébként nemrég egészen szerényen bevásárolt, mert vett egy A380-as repülőgépet, kifejezetten az ő ízlésére szabták át egyébként, tehát hogy szerényen bevásárolt. Mondta, hogy jó, hát ha van ilyen, mondjuk nem tudom, Lufthansának, meg egy-két ország, akkor nehogy már ne legyen neki. Jó, egyébként a milliárdokhoz képest most veszel 40 millió dollárért egy ilyen gépet, hát. Tehát ugyan nagyon nem, mennyire minden eltörpül, nem? És akkor még az aszfaltot nem is számoltam, mert kifutópályát is kell hozzáépíteni. De jó ez? És a járulékos költségek, ugye, egyébként a gép mellé. Van egy magángéped? Nem, hanem hogy veszel 600 Ferrari-t, 4000 Lamborghini-t, nyilván egyszer mindenki kipróbálna. De hogy egy Porsche 911-jel már nem, hogy a szemedet nem tudják kiszúrni, hanem hogy nem kezd el gyorsabban verni a szíved egy percese. Tehát van méneset, van 600 sportautót, veszel egy repülőt, megvetted a világ legdrágább dolgát, ami mondjuk egy ilyen utasszállító repülő. És nem tudsz már olyat venni, amit ne tudnál megvenni. Tehát meddig van értéke egy dolognak, amíg hát. Nem a tiéd, amíg nem birtoklód, ugye? Amíg meg akarod szerezni, ha már megvan, mindenki tudja, hogy sajnos így működik az ember, újabb örömforrások felé fordulsz, kell egy újabb, nagyobb, szebb, újabb. Annyi pénzed van, hogy nincs olyan dolog, amit ne tudnál megvenni. Ebben a pillanatban mi az, ami igazából boldogát tesz? Mondjuk azon kívül, hogy mondjuk megtalálod a saját magadon boldogság. Mit semmit nem hát tudsz. Nála, vegyük egy utasszállító. Jó, rendeljük meg, legyen benne arany. Jó, legyen benne arany. Nem 40, 60 millió dollár, mert full arany belülről. Megérkezik a gép, végigmész rajta, megvan az érzés, hogy ez is megvolt neked. Megint azon kezdesz el gondolkozni, hogy mit vegyél. De már nem tudsz olyat venni, amit ne tudnál megvenni. Mekkora csapda egyébként? Hát, nem? Belekerülsz, akkor nagy. Összegyűjtesz egy lakásra a tiéd, veszel egy autót, egy sportautót, vagy elutazol oda és elviszed a párodat Törökországba, mert sose látta még a tengert, vagy lemész a Balatonhoz. És ezek nagy dolgok, erre készülsz, megkapod, kielégülsz. Ti elmentek Szocsiba. Hát mert ott még nem volt. De hogy annyi pénzed van, hogy nincs kihívás. Hát, és jönnek a hülyébbnél hülyébb ötletek, és ezt építesz, azt építesz, erre költöd, arra költöd. És nem kell az ő kategóriájukba gondolkodni egyébként. Gondolnám, hogy akkora boldogság 32 millió dollár. Valamelyik bulvárban volt ma reggel, hogy a Rowan Atkinson a 200 millás autóját rendbe tetette, mert összetörte 300 milláért. Azt hiszem, hogy Vanquish volt, igen. Igen, igen. Szereti azt hát az szereti, autót, költött nem vesz rá, igen, nem vesz újat, hanem költött arra az nem, autóra. Egy Bugatti Veyron volt, igen. Egy Bugattit. Hát most... Istenem. Hát most az a szívéhez. De neki még nem az a szint, hogy meg tud venni akármit, tehát ő még azért találhat ki olyan dolgokat, amit még nem tud megvenni. De az egy másik vadonat, hogy Verdának, amit egyébként nem jutányos áron vásárolt meg, áráért rakhatta rendbe az autóját. Hogy ez neked szimpi, hogy megcsináltad? Nem, fejünkem? Hanem hogy a szaudi uralkodói család az már olyan szinten egy ilyen UFO kategória, tehát hogy ott nyilván nem KP-ben, tehát ingatlanokban, képekben, tényleg ménesekben, sólymokban, tehát van 100 darab sólymot, mint egyenként 1 millió dollárért, csak a sólyom parkod ér mondjuk 100 millió dollár. De most elmész... Hát, de hogy szépen vadászik el. Tessék? Érted? Ugye? Van egy jó ménesed, tudsz-e vele nyerni? Nem kéne ennyi pénz. Jó. Hát, vagy ez most ilyen hülye magyarázat, hogy nyugtassuk meg magunkat, hogy jó ez, jó, érted? Jó. Vagy az emberi ego így működik, hogy megpróbálod őt boldogtalannak látni, mert akkor hát, könnyebb a tudat, hogy nem annyira rossz. Én hogy azt mondom, nincs hogy amikor ennyi nem kéne szerintem. Néhány év múlva erre a témára visszatérünk, amikor már ugye felfutott a Ferinak a saját sportszer márkája, ugye a Spinning Ferina. És már annyira milliárdos vagy. Annyira milliárdos vagy belőle, hogy az elképesztő. Igen. Akkor visszatérünk akkor, erre? Akkor majd Feri elmeséli nekünk, hogy ez milyen érzés is. Bejön egyszerre fel, és azt mondja, hogy segítsetek. Nem tudom elkölteni. Nem tudom hova tenni. Itt van. Csak vigyétek, nem, bármennyit adok, szólni a többszöröse jön vissza. Kaptok egy új spinning biciklit. De nem most tényleg egy pillanatra játszunk el a gondolata. Jó ez? Tehát így végigolvasod a gazdag... Igen.
Ugye, hogy ez egy pillanatra azt gondolt, hogy egy ideig jó. Igen. De hosszú távon mondjuk ebbe benne lenni, vagy szaudi hercegként ebbe belenőni, amikor már 6 évesen is megkaptál mindent, és már 6 évesen is az összes ló meg a kocsi a tiéd volt, csak apád még mondjuk nem iratta rád. Mi ott az igazi örömforrás? A sok jó, amit tehetsz ezzel a pénzzel. Hát, ha a szaudi herceg így gondolkodik, igen, és nem a háremét újítja föl ebből, mert az neki jó, amit ebből tehet. Igen. Tehát maga, ha elkezdesz adakozni, az igen, jó? Igen. Hát, ahhoz egyfajta érettséggel. Rengeteg, rengeteg jót lehet tenni ezzel a pénzzel, úgy, hogy még aztán még neked is, a gyerekeidnek, unokáidnak, a dédunokáidnak, ükunokáidnak is bőven jut majd belőle. Rengeteg jót lehet vele tenni, és ez szerintem ez egy jó érzés. Ez biztos, ha elkezdesz adakozni. Hát, de biztos, ezek szoktak ezek az emberek? Vagy biztos, hogy benne. Biztos. Az ilyen típusú, az ilyen gazdag emberek már nagyon hisznek abban a fajta körforgásban, amit mondnak, hogy fent kell tartani. Tehát ahhoz, hogy neked minél több legyen, ahhoz ugye folyamatosan ki is kell adni a kezedből. Adni, mert hogy annál többet ezért kapsz. Ezért még egy repülőt veszek. Tessék? Még egy A380-asat. Ide nekem az a mennyi? 1 milliárd? Dollár? Vagy arra szántok, hogy köszönöm, megborul az életem, nem? 200 milliárd forint. Sok, meg rémisztő, nem? 50 millió forint. 50 millió. 50 millió. Lejjön. Azzal most jó jársz, 40 valamennyi. Igen. De 1 milliárd? Hát, az már. Nemet mondaná rá? De úgy mondaná. Nem? Ne. Ki az, hogy két hülye kérdés? Persze, ki mond nemet 1 milliárd dollárra? 1 milliárd dollár. Fel lennél a Forbes-on, ilyen 230. helyen kanyarnyásználod. Nem biztos, hogy ott lennél nekik. A kis fotóddal, a kis keki pulcsitban. Vadó János, ismeretlen forrásból 1 milliárd dollár. Igen. Ülnél valami váromon egy kis fotóval, érted? 1 milliárd dollár tulajdonosa. Egy BKV buszon. A Forbes magazin új helyezettje Vadon János Magyarországról. Egy milliárd dollár. Megállóba. Ott állnék a szatyraimban. Vagy geocachingelnél egy ilyen kis GPS a kezedbe valahol a bakonyban. Na jó, csak hangosan gondolkodtam, csak elolvastam ezt a cikket, és gondoltam, hogy ez most egy szörnyű tudatállapot, mikor felháborodott a hívod a titkárodat, hogy csinálj valamit, perej. És egy csomóan tudnának velem azonosulni, hogy ott rám néznének a képen, és így csomóan felismernék, hogy ez nem a köki terminál. 184-es busz megálló. Nézd, milyen szerény, nézd, milyen, hát mennyi pénze van, és mégis ragaszkodik a BKV-ra. De ez az igaz, ugye? Igen. Na, viszont tesztelünk egy kicsit, mert hogy ugye van újra egy termék, ami már régóta van a piacon, többfajta is van, egy picit megpróbálunk annak utána járni, hogy ez működik, nem működik, vagyis tesztelünk. Tesztelünk. A teszt az egy olyan dolog, amikor kipróbálsz, és akkor biztos azt halljátok, ami most következik. Ha elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyet a cikivel, a frankó helyet a gatyival. Teszt a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Na hát tesztelünk. Csak mantráztam. Mantráztam kicsit. Na, meg vagyunk. Itt vagyok. Visszatértem. Nem mentél el sehova. Jó, agyban kicsit lefűztem, de már újra magamra találtam. Szóval, a teszt a lelke rovatunkban egy olyan terméket tesztelünk, ami megint egy csomó mindent ígér, láttunk róla a videót, és talán mostanságban rá a leginkább szükség. Ugye megszaporodtak azok a lopások, betörések, ahol az emberek mellé oda mennek, bevágják az oldalsó üveget, és kikapnak táskát, gyereket, kutyát, macskát, perzsamacskát, bármi, ami drága, az anyósülésre. Beülsz ártatlanul az autódba, lerakod az értékeidet az anyósülésre, ha mondjuk nem utazik ott valaki, beállsz a piros lámpához, ami megtörtént ugye egy csomószor Budapesten, motorral melléd állnak, féltéglával bevágják az oldalsó üvegedet, benyúlnak, gáztadnak a motorra, a büdös életben nem lesz meg. Ha valami értékes dolog van ott azon az ülésen, mert hát, hogyha nyilván az, hogy anyósodat viszed valahol, akkor lehúzod az ablakot, hát ha valaki elviszi. Igen. És ugye ellepték a piacot azon termékek, amik azt mondják, hogy ha felhúzod ugye ezt a fóliát az oldalsó üvegre, vagy akár a szélvédőre nem kell, nyilván nem ott hatolnak be, vagy ablaküvegre, vagy a lakásodba, vagy a házadba az üvegre, akkor nem tudnak betörni. Meglassítja, vagy lelassítja a bejutást. És az ugye? Pont elég, mert ugye nem vállalod a kockázatot, hogy hosszú ideig maradj ott a helyszínen. Így van. Nagyobb a lebukás esélye, meg hát nem tudja betörni. Mennyi időt zajlik egy ilyen rablás körülbelül? Néhány másodperc. Figyelj, oda megyek mellé, bevágtam, kivettem, megyek tovább. Ennyi.
Jó mutattam, nem? De figyelj, a spinning után ma már... Neked bármit elhiszek. Mit tart az anyósülésen? Te teszel-e értéket? Ez inkább ugye neked szól. Nem. Mert hogy Janit tartják az anyósülésen. Már hogy te vagy maga az értékvállalatok, te vagy azért. Vitték volna többet, de nagyon nem szeretnek. Te lepakolsz. Telefont ledobsz oda, ja, kabátot, igen, nem? Igen. Kulcsokat, táskát, mindent. Aha. De nekem nem egybe van, tehát nehezebb kivenni a dolgokat, nincs ilyen kis táskám, de a telefonért például be tudnak nyúlni. Lakáskulcs is ott szokott lenni. Jaj, Isten, most kiadom magam. Jaj, nem áll. Le van fóliázva az oldalablakat. Most egy lakáskulcs, ha nem tudja, hogy jól lakszik, nincs rajta a címen, akkor azért az kevésbé veszélyes. Elhagyni egy lakáskulcsot. Volt az ember, aki utána ment és elütötte a motorost, arra emlékeztek? Igen, és hát komoly bajba is került miatta. Nem járt jól a motoros. Jó, na ezt a terméket fogjuk letesztelni. Nyilván nem derül ki, hogy melyiket. Nyilván nem is fogjuk mondani, továbbra se arról szól ez a rovat, hogy most itt reklámot csináljunk bármilyen terméknek. Ez a dolog arról szól, hogyha látunk, hallunk valamit, vagy ti láttok és azt elkülditek nekünk e-mailben, hogy valamit teszteljünk le, kíváncsiak vagyunk, utána járunk, a legtöbb termék a reklámban ígér valamit. Ugye? Csomószor bebizonyosodott már, hogy hazudnak azok, akik állítanak a termékkel kapcsolatban valamit. És van, akik azt mondják, hogy vagy van, akit elismerünk, vagy van, amit elismerünk. Megnéztem a videóját, itt állítólag te egy féltéglával ütheted körülbelül 20-25 másodpercen keresztül, az üveg nem törik be, csak bereped, de nem tudnak benyúlni kalapáccsal, kővel, bármivel ütheted, nem jutnak be az autóba. Most üthetünk egy kocsit. Jó ide, jó. Igen, végre. Mindenféle frusztrációtokat kiadhatjátok. Úgyhogy egy pici zene csak azért, hogy kiérjünk. Itt van már az autó egyébként. A fólia, ami drága Gyulánk hozott, kalapácsot, boxert. Azt nem tudjuk, hogy miért van nála feszítő egyébként. Feszítő vasat, hegesztő pisztolyt, minden. A csomagtartóban. Hát gyakorlatilag egy teljes fegyver arzenálban. Egy kisebb fajta felkelést el lehetne indítani. Reggel bejött egy nagyon látvány, és ledobta elém az asztalra, miközben újságot olvasom, majd angolosan tárolott. Válaszfegyver. Kicsi srác. Úgyhogy egy pici zene, és aztán már kintről folytatjuk. Szemetek, azt nem mondtátok, hogy az én autómat teszteljük. Hát Istenem, mindenről neked se kell tudni. Na, imáron ugye kint a tesztnél egy tűzpiros vadállat autó mellett állt. Egy igazi sportmodell, mert kétajtós. Egy igazi sportmodell, igen. Hogy hívják a kislányt, aki az autó? Kitty. Kitty. A helyzet az, hogy Feri már egy kalapácsot vett a kezébe, rommá fogja verni az autót. És hát megnézzük, hogy mit bír a fólia. Élő közvetítésünk van, egyébként nagyon tudományos kísérletnél, tehát ablakot törni, mindenki összegyűlt a rádióból, tehát 60-an vagyunk itt. Igen, ha húzni kell, ha rombolni kell, akkor mindig van közösség. Mindenki imádja. Így van, a Facebookon van egy stream, és akkor ott meg tudjátok nézni. És hát mindenki látja, hogy hazudunk, vagy nem hazudunk. De teszteknél nem szoktunk. Ha működik, elismerjük. Ha nem működik, akkor azt is. Na, gyere egy kicsit hozzám közel, Péter. Ugye most, ha jól tudom, akkor az egyik oldalon van fólia, a másik oldalon nincs fólia. Így van. Csak az egyik oldalra raktunk. Pont azért, hogy ki tudjátok próbálni, hogy néz ki az, hogyha fólia nélkül törik, és hogy mennyit fog kibírni a fólia. Remélhetően sokkal többet. Nem tudom, spinning király vette, de hogy mit mondott, de kettőször törhetünk. Tehát egy éjjel fogom ütni az egészet. A kasznival kezdem, aztán jönnek a lámpák. Tehát egy nem fólia, és egy fóliázott üveg. Mivel törik azok, akik mondjuk rabolni akarnak? Általában a motorosok a gyújtógyertya porcelán részével szokták, mert az azonnal szétrobbantja az edzett üveget. Aha, a gyújtógyertya porcelán. A gyújtógyertyák? Az autóban van, de azt most ne szedjük ki. Mennyi a bejutása, mondjuk nincs ilyen fólia? Körülbelül mennyi idő alatt jutnak be az autóba? Azonnal összetörik egy ilyen első dobásra a gyújtógyártyával, összetörik, és azonnal ki lehet. Aha, tehát bepattan, azonnal kitörik, azonnal benyúl. Pár másodperces. Pont ezért használják, mert ha kővel mással mész neki, akkor lehet, hogy az első egy pár ütésre nem törik össze, de a gyújtógyártya az majdnem 100%-ba biztos. Miért vettétek már fel a védőszemüveget? Még nem törünk. Mert embertelenül szexik vagyunk, nézd meg! Jani itt áll védőszemüvegben 10 percet. Rákészültünk a dologra maximálisan. Ugyanakkor nekünk azért generálnunk kell itt egy természetes helyzetet, tehát ugye Feriről mindenki tudja, hogy a légynek sem tud ártani, tehát nekünk most egy olyan szituációt kell generálnunk. Így van, én arra szeretnék benneteket megkérni, hogy próbáljunk meg egy olyan szitut kitalálni, amitől a Feri ideges lesz. Mondjuk az első spinning edzés után eltanácsolták. Illetve kiderült, hogy a spinning gépek terhelhetősége 80 kiló, és lemérték 60 nő szemelátára, ráállították a mérgre, és kiderült, hogy nem ülhet föl a spinning gépre. Ráült, és az ütés ellenére is felnyársált a nyerekcsomag. Jó, mit mond magáról, hogy körülbelül aktív püfölést, mit mond magáról ön, Péter?
hogy aktív püfölés mellett körülbelül mennyi mechanikai hatás bír ki, csak hogy nyilván megpróbálunk. Newtonba légy. Igen, a szavahihetőségét is letesztelni, 10 másodperc, 15-20, tehát meddig tudjuk úgy ütni, hogy a fólia tartja magát, és nem tudunk behatolni az autóba. Hát 10-15 másodpercet elméletileg ki kéne bírni a mindenféleképpen, de ahogy ezt a videón is láttad és említetted, sokkal többet is ki tud normál esetben. Ez függ azért a kiszáradási idejétől is a fóliának, tehát még felszerelésre. Illetve Feri kiszáradási idejét. Igen, hogy én meddig bírom, mi? A két csapás után Ferit hidratálni kell, akkor lehet, hogy negyed óráig is bírja a fólia. Jó, ugye azt mondtuk, hogy itt állunk egy nagyon szép piros autó mellett, női a tulaj. Ezt továbbra is fenntartjuk. Ezt továbbra is fenntartjuk, igen. Valahogy úgy kellene ütni, Feri, majd mondom. De akkor a másik üveget, mert ez a fóliázat, igen, hogy az autónak a széle az kevésbé cserélhető, tehát csak az üvegre kellene koncentrálni. Van egy jó lakatos ismerősöm, gyerekek. Jó, tehát haladjak oda motorkerékpárral, és menjen a buli? De várj. Mikor törtél be utoljára ablaküveget? Volt ilyen, hogy valahol úgy gyorsan autókat törögettetek? Persze, részegen beleestünk mindig. Ha volt, az volt, hogy érted, van egy ablaküveg, ugorjunk át rajta, srácok. Oda ment hozzá a hentes ismerős, és azt mondta, hogy fie, az 1500-esnek a kulcsát elvesztettem, be van a hurkatöltő, Feri, szabadíts ki. És a hurkatöltőre már nyomtam is, de jó. Ott elefántfülön keresztül mentünk be az 1.5-ösbe. Csak azért mondom, hogy óvatosan törd úgy, hogy ugye ne nyúlj át a törött üvegen, mert ugye reflexből az ember úgy akar törni, hogy át is tolja a kezét az üvegen. Ha én át akarok nyúlni, akkor átnyúlok. Csak rommá vágják a kezedet, ha elvágod az ütőeredet, akkor spinning. Leszel motorhang, Jani. Jó. Várjál, közvetitek. Tehát egyelőre azt az üveget teszteljük, amit ezen egyébként mit tesztelünk azon kívül, hogy szeretünk rombolni, mert nem nagyon értem. Tehát egy üvegre rávágsz kalapács. Már el a gyerekek örömét. Ne fúrd már mondom, meg. Hogy egy üvegre rávágsz kalapácsa, az nyilván betörik. Na. De a látvány kedvéért. Ez jó, volt a dukkózás hangja. Kitty már remegő kézzel. Csak mondom egyébként, otthon. Hogy egy kásrendszámú csillivilli piros autó mellett áll a Feri, ha valaki esetleg nézni a Facebook közvetítést. Valakinek már lecsúszott a keze. Igen. Ugye pótüveggel készültetek? Várjál, Feri, várjál. Mi van? Hát csak kicsit megkóstoltuk. Várjál, Feri, próbacsapot. Nagyon jó. Pótüvegetek van? Van. Készültetek is. Itt azon, aki cserélitek, fölrakjátok és kicserélitek. Jó, oké. Feri, nem tudom, hogy kit kell oda képzelned. Igazából. Hát a mai spinning beszólásod után, de gyere csak! Jó, mert? Jó, tehát Feri megérkezett. Állok. Nem takarom ki a visszapillantót? Feri megérkezett a Kolosi térre. Melyikkel üssem, ezzel vagy ezzel? Üsd a kalapás tompa részével. Feri odállt az autó mellé, védőszemüvegben, és azon és olyan széles terpezben, hogy a csillagból bárki teherbe ejteni azon. Még nem a spinning edzésem, vagy Feri. Jó, mehet a törés. Nézzük meg akkor, hogy mennyi idő alatt jut be a mi Feri rablónk az autóba, ha nincs fólia az üvege. Egy kiáltás legyen előtt a rock and roll. Nem kell. Éljenek a spinningesek, igen. Vagy valamit mondják. Megálltam el. Ilyen spinning! Ennyi. Tessék, kikaptam a táskát, és már megyek is tovább mociba. Vettük? Vette, Laci. Ez meg volt? Nem tudjuk megismételni. Na? Jó, nagyjából az történt egyébként, amire számítottunk. Jól török. Ugye? Nagyon jól törsz. És akkor ugye benyúl. Már benyúltam. Jani, ahogy te nyúlsz be, úgy nem nyúl be senki. Hát, tehát ahogy te ezt eljátszottad, hogy nyúl be a rabló... Mindig szoktak repetát kérni. Nálad humánusabb rabló egyébként nincs. Miért krémezem annyit a kezem? Jó, most megcsinálom a szélvédőn is. Jó. Melyiken van fólia? Csak ezen van? Ezen, igen. Jó, tehát ezt akkor lehetőleg az ne üssük. Lehetőleg ne üssük. Jó. Ha ketten ütjük, azt is bírja? Tehát elvileg azt is állni a kéne. Várhattál az ízére. Persze. Jó. Próbálgassátok. Próbáljuk akkor meg. Gyújtógyertyát mondtál, ugye? Mivel milyen mechanikai sérüléseket áll ki? Bármi kalapács, kőit, hozhatok kalapácsot, vésőt, fadarabot, követ, minden. Ütni kell. Jó. János? Ha kétszer-háromszor megfejeli Balázs, akkor esetleg lehet valami gondja? A homlokát? Én homlokomnak. Hát velem alagutatásnak az M6-oson a fejemben. Hogy lenne már gond? Igen? Fölkapsz egy követ az utcán. Például. Fölkapok egy követ az utcán. Ez egy teljesen életszerű helyzet, például egy viakolózott sétáló utcán mész végig. Igen, valahol a köztévé előtt. Na. Igen. Oké, fölveszek egy kesztyűt azért. Te nem balkezes vagy? Mert ez egy balos kesztyű, csak azért. Én nálam sútábrabló nincs egyébként. Kezdők vagyunk még. Kicsit izgulunk, kiszemeljük az autót a Kolosi téren. Nálunk nincsen komoly kalapács, mert kezdők vagyunk, a szakma csínyát, bínyát még nem sajátítottuk el. A két hülye rabló, de ennyi idő alatt elment az autó, mert most megállt a pirosan. Mondjuk nem egy Suzuki-t fogok föltörni értelemszerűen egyébként, tehát neki megyek a drágább autónak, hát hol drágább dolog van az anyósülésen, nem? Ugye? Oké. Rámegyek a kalapáccsal, nálad mi van? Nálam egy darab térkő. De nem,
Javárjam, de hogy fogod? Fogja, hát, mi, amikor betörtünk, mindig itt ütöttük. Jó, az a lényeg, hogyha csapok, várd meg, még elhúzom a kezem, hogy ne csapjál rá a kezemre. Jó? Jó, jó. Tiéd a bal oldal, ahol a visszapillantó tükör van, ennyi a másik oldal. És ne legyünk kislányosok, legyünk kemények. Nem kérsz keveset. Jó? Azt mondom, nézd, Jani, ott egy piros autó, raboljuk ki. Oké. Meggyőző volt. Nem lehet, hát belenézek a szemedbe, annyi jóságot és ártatlanságot látok, hogy szíved szerint pénzt adnál a sofőrnek, nem hogy elvennéd tőle, hát így nem lehet oda menni egy autóhoz, ne csináld már. Akkor oda megyek és bekúrom a ablakát, jó? Ez már tetszik, gyere tesó, van valami az ülésen. Oda megyünk hozzá, kicsit állunk itt a piros lámpánál? Állunk, nem? Megnézzük, hogy mennyire sajnáljuk a túlát. Ne kérdezz meg, hogy lemoshatjuk-e a szélvédőt. Kezdj csokom, elnézést, be fogjuk törni az ablakot. Mehet? Na nézzük nagy meg. Nagy ütődésél, ne kicsit. Igen, jó, na. Ütök először én, jó? Jó, ütsél. Összetört ugyan az ablak oldalról. Hagyj nekem is, tesó. Gyere, tesó, én nem jutottam be, csinálj te is valamit. Várjál, rámegyek újra én. Aha. Ütjük folyamatosan, hát Jani szája már tele van üvegszilánkkal. Így van, kérek egy magic hangert. Nem tudunk bejutni. Na most szakadt át a fólia. Jó, piroson tetszett átjönni az előtt, azért szólnám. Elnézést, nem tetszett indexelni. Minden lóvénkat trafira költöttük, nem tudtam kopogni másra. Jó, mennyi idő volt? Nézte valaki, hogy mennyi idő volt, hát amíg bejutottunk az autóba? 10 másodpercig, de ketten csináltátok, tehát 20. Tehát ez mondjuk egy 20-25 másodpercig megvédi. Ha ennyi idő alatt nem adsz gázt, és nem teszed egyesbe a kocsit, hülye vagy. Mert nem? Tehát, ennyi, hogy ez teljesen ennyi. Egyértelmű. Ha nem mész el, amíg ütik az oldalsó üveget, megérdemled, hogy elvitték az értékeidet. Meg azért azt jelezném, hogy most vagy leszálltunk mind a ketten a motorról, vagy hárman jöttünk. Igen. Nem vagyunk annyira profik. Na, viszont egyben marad az üveg, ugye? Tulajdonképpen ennek ez a lényege, hogy nincs törés. Igen, és a lényeg, hogy a belső oldalon jóformán nincs üvegszilánk, tehát ez balesetnél is segít. Egyébként tényleg, nem jogos. A szilánkok, és nem vágnak össze. És egyébként van olyan része is, ahol megmarad. Tehát, hogyha például mondjuk régebb típusú autó van, akkor az elefántfül az éve maradt, és egyébként Kitty kedvéért mondom el, aki ugye nem láthatta ezt az egészet, hanem otthon hallgatja, hogy ráadásul Balázs az ajtót ütött. Örülhet, semmi baj. Ez itt a Morning Show. Ha már elég frusztráltak vagytok esetleg, igen, vagy van bennetek bármi frusztráció, akkor most azon dolgozom, hogy a következő pár percben még frusztráltabbak legyetek. Köszönjük. Találtam egy cikket, ami arról szól, hogy azok, akik a Google-nál dolgoznak, nekik miért van a világ egyik legjobb munkahelyük, miért a legjobb ott dolgozni, vagy legalábbis a Google miért van benne a legjobb 10-en. Kicsit mindenki gondolja hát a munkahelyi körülményeit. Kicsit nézze meg objektíven és tényleg nem érzelmi alapon, hogy ő milyen szolgáltatásokat kap a cégtől, ami nem kötelező, ami nem, nincs mondjuk sok helyen, és próbáljuk megtalálni azt a magyar munkahelyet, ami legalább nyomokban hasonlít ahhoz, amit a Google csinál. Mindjárt felolvasok pár dolgot, hogy ők egyébként mit vehetnek igénybe, és mit csinálnak. Nem hiszitek el, hogy vannak ilyen munkahelyek. Döbbenet. Tehát az a része az nem ér, hogy megkapjuk a fizetésünket. Ugye, azt nem számítjuk extrának. Nézd, Magyarországon lassan kezd ez is extra lenni, de hogy nem. Azt kellene megtalálni, hogy van-e olyan magyar munkahely, ami legalább nyomokban hasonlít ahhoz, amit a Google csinál. Na mit tud a Google? Összeszedték néhány pontban, hogy azon kívül, hogy a világ legokosabb emberei dolgoznak körülötted, körülbelül ők még mit adnak? Aki látott már egyébként fotót a Google központi, hát úgymond székhelyéről, vagy bármelyik Tel Avivi, bármelyik székhelyről, ami mondjuk valamelyik országban van, hát azon kívül, hogy néz ki, az egy dolog. Csúszda van beszerelve, tájképeket vetítenek a falra, döbbenet. Nem hiszed el, hogy mennyire futurisztikus. Én azt hiszem, akkor hogy mit csinálnak? Egyszer, csináltak, van egy csávó úgy dolgozik, hogy egy kalózhajót rendeztek be neki. Igen, igen. Ő úgy szeret dolgozni. De hogy ő így kreatív. Hát akkor érted. Na nézzük, mit csinál a Google. Ők vezették be először a 80-20-as munkarendet, ami azt jelenti, hogy a munkaidő 20%-át, vagyis heti egy napot, az ember a hivatalos munkakörén kívüli hobbi projektekre fordíthatja. Vagyis te 5 napból 1 napon számonkérés, elszámoltatás nélkül azt csinálsz a munkahelyeden kívül, amit akarsz. Tehát az is munkának számít, de 4 napot dolgozol, 1 napot munkahelyen kívül vagy, ha akarsz. A hobbidat csinálod, elmét, nem kérik számon, megfizetik, megkapod. Tehát pénteken? Akár pénteken. De jó. Vagy hét. Ez a kaliforniai főhadiszállásra vonatkozik, de nyilván minden más ilyen így van.
A közlekedés azért nem kell, hogy idegesítsen, mert a 7,5 milliós Metropolis kellős közepén van a Google főhadiszállás. Kaliforniában odaépítették, és azért, hogy a napi idegeskedés ne legyen, azért a Google alkalmazottait tulajdonképpen ne kelljen a kaliforniai közlekedési dugókba áldogálnod, az öböl teljes környékén ingyenes buszjáratokkal szállítják be a lakhelyedről egészen a Google központjába. Nem kell autót vezetned, nem kell idegeskedned. Más kérdés, hogy a cég felső vezetőinek saját magán repülőteret építenek jelen pillanatban, mert azt hiszem a három felső vezetőnek van 10 darab magángépe, de ingyen buszjáratokat biztosítanak, bárhonnan behoznak. Ez még nem rossz. Ez még nem rossz, de azért nem ilyen van. Jó, Magyarországon de ezért kultúrált. De kultúrált. Azért van a fejénként három gép, hogyha az egyik nem megy, akkor... Hát igen, kisebbek, nagyobbak. Az egyik nem, mert virágból egy három, tudod, egy... Nem, az egy a slang. Az egyik tulajnak van egy utasszállítója, azt ő vezeti, csak az ugye elég szerény, nem? Bónuszok. Milyen bónuszokat ad? Masszás utalványokat adnak, és ha a főnök elégedetlen az eredményen, akkor is az utalványokat egy órás masszázsra lehet beváltani a céges edzőteremben, ahol egyébként szakképzett edzőtermi kollégák próbálnak téged jobb munkateljesítményre bírni. És megjelent Csabi. Erre. Házi munka. A Google külön csapatot foglalkoztat arra, hogy a munkatársaktól átvegyék az apró cseprő intéznivalókat, vagyis rábízhatod a kocsimosást, az olajcserét, a bevásárlást, a tiszta ruhák elhozását a mosodából, a banki ügyintézést, összeállítják neked a hétvégi menüdet, bevásárolnak kaja előkészítés, szervezőmunka, halloweeni jelmez beszerzés, bármit rájuk tudsz bízni. A munkahelyemből van egy olyan csapat, aki ezt te odamész, és azt mondta, hogy hozd el, tankold meg, mosd le az autóm, vásárolj be nekem ezt, és ez elmegy, elintézi, megvan estére, semmit nem kell csinálnod. Azért szerény, nem? Hát nem, én imádom. Azért ez elég jó. Az autómosó projekt az nekem gyanús, mert hogy busszal járnak be dolgozni, ingyen busszal. Meg hogy a Google ügyintézőinek ki intézi el az ügyeit. A Google ügyintézők ügyintézői? Aha, na. Tehát a házi munka nem probléma. Külön céget alapítanak erre. Ingyen van a kaja. Legendák szólnak arról, hogy sztárséfek főznek minden egyes központban. Minden étel és ital ingyen van. Kávézó, üdítőautomata, Michelin csillagos séfek. Tehát brutál az egész. A főhadiszálláson sok-sok kilométert kell menned, hogy beérd az egészet. 25 étterem van a munkahelyen belül, és éjjel-nappal nyitva tart, tehát bármikor. Maximum 50 métert kell menned úgy, hogy ott már ingyen tudjál enni vagy inni, és sztár séfek, szakácsok hada főz arra, hogy neked jó legyen. Bármit, ingyen, eszel iszol egész nap. Csak dolgozzál. Apró dolgoknak tűnnek, de hogy azért ez mentális, a lelkileg mennyire fontos, hát. Nem? Jó, itt sem rossz a kávéautomata, most nem azért mondom, olyan kávét főz meg, bolondulok. Kell 50 métert mennem a kávéautomatáig? Na tessék, nem. Megvan. Csapvíz is van. 15-re. Gyúróterem. Ezt is biztosítják. Egyébként ez már van néhány helyen Magyarországon is. Bármikor megszakíthatod a munkádat, nem mondják meg, bármelyik értekezletről fölállsz, bármikor elmehetsz egy kis intenzív fizikai mozgás kedvéért pihenni, és tiszta törölközött biztosít a cég. Sampon, zuhanyzó, tusfürdő. Az egyik alkalmazott kicsit kiakadt, mert nem volt külön hajkondicionál. Ő már nem dolgozik a cégnél, valószínűleg nem ezért, azon kicsit kiborul. Hát én ezen nem akadnék. Téged ez nem zavar. 3 hónap szabadságot biztosítanak úgy, hogy egyszer kivehetsz 3 hónap fizetés nélküli szabadságot. Ne. Még egyszer? Az alapban járó szabadságnapok mellett bármikor kivehetsz egyszeri alkalmazottként, vagy tehát egyszeri alkalmazott egy legfeljebb 3 hónapos fizetés nélküli szabadságot. Tehát megvan, elmehetsz 3 hónapra. Én megvan a 30 és még nap fizetett van szabít, munkahelyed és azt, is, igen, és azt mondod, hogy elmennék egy alkotói 3 hónapra. Igen, vagy elmész non-profit szervezetekhez, vagy írja a cikk, hogy politikai kampányokra szokták egyébként felhasználni. Vagy Ibizára. Igen. Minden pénteken céges buli, minden pénteken, a sör és a bor teljesen ingyen van egyébként itt is. Fúj. Fúj. Amerikában a cégek általában 6-7 szülési szabadságot adnak a nőknek, a Google-nél viszont az anyáknak 18 hét jár, az apáknak pedig 6 hét. 6 hétig nem kell menni, nem 2 nap apasági van, aztán jól emlékszem. Amikor a Google dolgozónak gyereke születik, az első hónapra a cég a fizetés felett még külön bónuszt is ad az ott felmerülő költségekre. Az özvegyekről is gondolkodik, ha te Google alkalmazott vagy, és esetleg meghalsz, akkor az özvegynek a cég 10 éven keresztül fizeti az illető havi bérének a felét. Azt mondjuk nem rossz. Hát azért az nagyon kemény. Papa meghal, úgy dönt, hogy köszöni.
neki ez most elég volt? Leadja a forgalmit? Mama még nyilván nem vigasztalja, meg talán nem is ezért mérgezi tudatosan a férjét, de 10 éven keresztül a havi pénz felét megkapja. Majdnem, mint egy életbiztosítás. Az árván maradt gyerekeknek havi $1000 utal a cég. És hát itt még leírnak néhány apró dolgot. Itt az egyik Google alkalmazott nyilatkozik, hogy tök jó, mert a feleségem valóban szeretne, még nem mérgezett meg. Tehát, hogy ez biztos, hogy szerelem. És még egy csomó juttatás, megnyitva külön az éttermek, meg stb. Szörnyű, nem? Azért ezt így elolvasod, máshogy gondolkodnak. Mi lehet a rossz a Google-nál? Érted? Tehát amivel ezt el lehet fedni. Tehát, hogy valaminek kell lenni, ami rossz, hogy ennyi mindent kitalálnak, hogy ezt elfedjék, hogy a Google dolgozók ne háborodjanak fel. Ugye ilyenkor jön a kérdés tényleg, hogy mit kell neked adni? Ugye? Ennyi. Tehát, hogy mit kérnek tőled? Azért azt érdemes tényleg megvizsgálni. A pici lóvé van benne, azt tudjuk. Tehát, hogy a Google az nem arról híres, hogy annyira alul finanszírozott, és egyébként nagyon szánalmas nyereséggel rendelkező cég lenne. Az egy irgalmatlan világbirodalom. De nem ez a jó mentalitás egyébként? Pénzt termelsz. Igen. Sok pénzt keresünk. Az alkalmazottaknak is köszönhetjük, mert nagy koponyák, nagy agyak dolgoznak ott. A profit minimális százalékát, mert amellett nyilván dollármilliárdokról van szó, a profit minimális százalékát visszafordítják, és azt mondják, hogy nem keresünk x milliárdot, csak x milliárd mínusz 2 darab százalékot, de szeretsz nálunk dolgozni, használod az agyat, ki tudsz kapcsolni, és az a fajta kreativitás, és az a fajta agyi munka, ami ehhez a munkához kell, azt megkapod abban a környezetben, nem utálsz bejárni, szeretsz, családban dolgozol, nyilván lehet, hogy vannak benne túlzások, meg nem. Meg tudod, mi a jó üzenet benne? Hogy én vagyok a cég vezérigazgatója, milliárdos, 3 magánrepcsim van, de tudod, miért vagyok milliárdos? Miattad, amiért te itt dolgozol, és ezért én neked juttatok vissza. De köszönöm, ha most nem teszed le az ingyen pogácsát, úgy segberülhet, nem takarod szeldal. De jó a mentalitás, tényleg így van. Nem, tehát, rossz, az üzenet a nagyon nem jó. Rossz, nem rossz, ugyanakkor én azért nem vagyok elégedetlen, tényleg. Itt van ez a kávéautomata, alig 10 méterre. Itt van a büfé 15-20 méterre. Nekik 50 métert kell sétálni a kajához. Látod, tehát 10 méterre itt van. És senki csak mondanám, hogy a vízautomatából meleg és hideg víz is folyik. Bocsáss meg. Sőt, szénsavas. Sztárséfek, itt van nekünk Feri. Egyébként meg vagyunk. Az értekezletekre be se kell már járnunk egy ideje, amióta Balázs átvállalta. És a tiéd is nagyon rövid. Mi történik értekezletre? Megvan minden. Annyi szabadságom van, hogy még évvégére is mindig marad belőle. Soha nem tudom kivenni. Ki akadályoz meg abban, hogy letoljak pár fekvőtámaszt? Senki. Ezt a hozzáállást szeretem. Lehet, hogy mi is a Google-nál dolgozunk? Lehet, hogy ez egész cég lehet, hogy a mi anyavállalatunk az a Google? Hát most a magyar munkát nyomsz 10 fekvőtámaszt, nem szólok bele. Nem szóltok. Már mikor? Letoljam. Kevésbé szeretem, ha ilyen időt egy kimész a pénzautomatához, azt már nem szeretem. Hozzunk ide be egy pénzautomatát. Te se fogsz kimenni a pénzautomatához. Nem tűnsz el ilyen 20 percekre, fél 10 és 3-4-10 között bizonytalanul. Ennyi. És most jön az utolsó hozzáállásunk. Van a Google-nak szép kártyája? Nincs! Nekünk van? Mondjuk nekünk sincs, de az ország egy részének van. Tessék! Na azért ez nyilván frusztráló lehet ezt végighallgatni, hát és közben egyébként aki megtalálja ezt a cikket, az, hogy megnézheti a munkahelyet, meg az éttermet, meg a képeket, nem evilági. Tehát, hogy egyszerűen tényleg felfoghatatlan, hogy mi történik odáll. Biztos nyilván annak is megvan az árnyoldala, de érdemes azért az őket. De minket is megbecsülnek, rácsok vannak az ablakon. Nem arról szól, hogy nekünk vigyáznak ránk, ha annyira vigyáznak ránk, azt sem hagyják, hogy ellopjanak minket, hogy el sem maradjunk itt, jól érezzük magunkat. Féltékenyek, hogy ne vigyenek el minket. Jó, ennek a cikknek tulajdonképpen az a lényeg, hogy próbáljunk tényleg egy kicsit pozitívan gondolkozni, nézzük meg, hogy van-e olyan munkahely, és ez most innentől kezdve teljesen komoly, ami vagy ahol törekednek arra, hogyha nem is nyilván ezt, és ezt senki nem várja el. De azon kívül, hogy különböző juttatások, fizetésemelés, ilyen kártya, olyan kártya, ami mondjuk sok helyen megtörténik, van-e olyan főnök, aki kienged masszíroztatni? Van-e olyan főnök, aki odahozott ott egyszer 6 tájmasszört, és lemasszíroztatta az egész munkahelyet? Magára csukta az ajtót, és bum-bum finiselt egy nagyot déli 12-kor egy meeting előtt. Na, jöttek SMS-ek, ugye keressük azt a munkahelyet, ami legalább egy kicsit nyomokba hasonlít a Google-hoz, ugye beszéltünk arról, hogy milyen extra szolgáltatásokat ad a Google az alkalmazottainak, tényleg elképesztő, tehát nyilván ez már a maga nemében is csúcsnak számít, a top 10 legjobb amerikai munkahelyben benne van. De nézzük akkor, mi a magyar valóság. Rengetegen írtak SMS-t különböző építőipari cégektől, könyvelőcégektől, hogy nagyjából ott miket adnak. Van, aki komolyan, van, aki félkomolyan, van, aki talán iróniából kevésbé tudta komolyan venni a dolgot.
Azt mondja, hogy az én munkahelyemen hasonló a helyzet, mint a Google munkatársainak, annyit edzek, amennyit akarok, és egész nap éltek. Attis a Váci Fegyházban. Nagyon szimpatikus. Évvégi építőipari céges rendezvényen a főnök 10 darab örömlányt hozott ott a melósoknak megbecsülése jeléjül. Én zenéltem a rendezvényen. Nem már. Hát igen, német biztosító cégnél ez ugye igen, volt. Igen, megírták ezt is egyébként. Könyvelőiroda. Könyvelőiroda. 4 hónapnyi túlóra után a főnökünk 4 hónapnyi túlóra után, csak mondom még egyszer, a főnökünk felajánlott 1 darab buszjegyet a Makói fürdőig. Aranyos. Szegedről, csak oda. Ilyen nagy lelkű. Korfúj nyaralást kaptunk ajándékba, elvittek minket Omega koncertre, DJ Bobóra, na ez már régen volt, azóta megváltozott minden, de az az időszak nagyon jó, jó volt. Így a Zsolt. Nálunk még ivóvi sincs, nemhogy masszázs, írja egy hallgató. Senki nem ír nevet, nagyon durva, ennyi SMS már régen jött név nélkül, senkit nem fogunk visszahívni egyébként. Én paradicsom fóliában dolgozom, úgyhogy megvan a testedzés, és még szaunázom is. Szép napot nektek, puszi, Bia. Reggel gyümölcs, ingyen edzőterem, úszod a foci. Így a Peti. Ez jól hangzik. Nálunk ingyen van a WC papír, igaz, hogy az irodistáktól lopjuk, de pszt. Igen. Jani, Feri, ti dolgoztok a világ legnagyobb koponyájával, legalábbis méretre. Ebben neked igazad van, és hálás. Robban szépen. Köszönjük, uram. Engem. Hozzánk egy évente egyszer mindig jön az urológus. Az mindig nagy buli. Ingyen. A legjobb az a német biztosító cég, amiről ugye beszéltünk, az egyik pesti fürdőben rendeztek ajándék orgiát a szélszeseknek. Talán emlékeztek, benne voltak a hírekben. Igen, és mindenki hogy fel volt háborodva. Kíváncsi lennék rá, hogy egyébként attól a cégtől hányan lehettek felháborodva rajta, illetve hányan lennének magyar cégeknél felháborodva, hogyha főnök egy ilyet szervezne nekik. Igen. Nekünk külön szabtak méretre munkaruhát, írja egy másik hallgató, de másfél éve a főnök szekrényében van, és nem használhatjuk. Ja, az ügyes. Lehet, hogy a Google dolgozóinak eladják a szerveit. Igen, erről mi is beszélgettünk, hogy azért itt nézzük meg a másik oldalt is, hogy mit kérnek cserébe. De nem találtunk nagyon rosszat. A főnökön para fenomén. Éppen, hogy elindulok dolgozni, már is hív a mobilon. Írja Diana, nem teljesen ide vonatkozik. Azt mondja, hogy vannak olyanok, amiket nem, azért nem merek beolvasni, mert félek, hogy az, aki megírta, az esetleg bajba kerülhet. Egy amcsi multinál dolgozom. Egy amcsi multinál dolgozom, hasonló a mentalitás, ezeket a dolgokat majdnem mi is megkaptuk, aztán jött a magyar tulajdonos, és teljesen más lett a világ. Azóta visszasírjuk őt. Igen, mert az a baj, hogy azt nem fogják fel, hogy hosszú távon ez a dolog kifizetődő, tehát hogyha szívesen jársz be dolgozni, nyilván az agyad is jobban működik, hogyha csak arra kell koncentrálni, amiért benn vagy a munkahelyeden, a munkádra. És nem pedig azon agyalsz, hogy ki hozza le a gyereket, ki fizeti be a csekket. Ezek tök jók. Igen. Az én főnök azt mondjam, 2 havonta masszört hív, most minden pénteken asztrológus jár hozzánk. Jaj, miért? Hát miért? Jó, ha van rá igény, akkor nincs ezzel. Ingyen kapjuk az ebédet, legyetek jók. Egy hotelben dolgozom, van saját szobám, hogy ne kelljen kocsival járni, mondjuk ez picit fura, de jó, ez jónak tűnik. Ingyen van az ellátás, kaja, ital, minden. Használhatom a hotel összeszolgáltatását, medence, jacuzzi, masszázs, konditerem, bowling, jetski, és még sok minden más, amit időbe tellene leírnom. A hotelben saját szobád van, az kicsit protekciós, igen. Nem? Azért azt nehezen tudom elképzelni. Maguk Béla, mondd meg a négyesnek, költözzön ki, mert a Józsi aludna egy órát. Azért az picit fura. Igen. Egy gyógyszergyárban dolgozom, nekünk lehetőségünk van fitnessterembe járni, minden évben megyünk kirándulni, és évvégén van céges buli. Nyáron pedig a vállalati üdülőbe jelképes összegért lehet nyaralni. Imádok itt dolgozni, nagyon szerencsés vagyok. Hát kinek mi a jelképes, ugye? De a gyógyszergyáraknál általában jól szokott menni, kivéve az a kísérleti állatok. Nekem van a legjobb munkahelyem, mert egész nap hallgathatlak benneteket, és akkor csinálok magamnak egy 3-1-bent, amikor akarok, persze a sajátomból. De hogy ez a pozitív hozzáállás kicsit, nem? Apró dolgoknak is örül az ember. Igen. Nálunk van céges busz, van saját konyha, mondjuk a kaja nem ingyenes, van pihenő kialakítva, lehet csocsózni és pingpongozni. Az jó. Azért vannak itt olyan munkahelyek. Jó, hát a régi rádióban volt csocsó, de megszüntették, mert állítólag sokat játszottunk. Igen, sok volt az inhüvely gyulladás. Igen, senki nem tudott utána e-mailt írni. Jó, nem tudjuk, hogy ezen cégek tulajdonosai egyébként amerikaiak, külföldiek, magyarok, multicégekről van szó. Most csak próbáljuk kideríteni, hogy Magyarországon egyáltalán van-e ilyen. Lehet, hogy van, de az is lehet, hogy közben egy multi, és mondjuk amerikai a tulaj, vagy kicsit más. Nem is biztos, hogy amerikai, mondjuk nyugati a mentalitás, nem? Mert azért ezt sok nyugat-európai országban is csinálják. Meg hát egy jó magyar
magyar cégek védelmében azért ezt mondjuk el, hogy a Google piaci értéke most jelenleg 250 milliárd dollár körül van. Nyilván, tehát, ezt senki nem várja. Fussa. Persze. Nálunk csak 3 havonta van leépítés, írja valaki. Az jó, és már örülsz neked, nem havonta. Mert régebben 2 havonta volt, és ez már előrelépés. De szerintem alapvetően egyébként egy pici apró dolgokra kellene jobban odafigyelni a főnökünknek. Például, ugye sokszor tapasztaltuk már itt adásban, és szerintem egyébként felháborító, de ugyanakkor értetlenül is állok a dolog előtt, meg állunk a dolog előtt, hogy sok helyen még csak nem is engedik hallgatni a rádiót. Tehát, hogy ezért szólnak, pedig hogy minket valaki ebben a 4 órában. Így van. Tehát most meddig tartasz, hogy figyelj, hallgassátok a rádiót, már jobb fejfőnök vagy. Nem, mint hogy nem lehet rádiót hallgatni. Nem hiszem, hogy kevésbé dolgozol attól, hogy rádiót hallgat. Zenét hallgat, így inspirál, van kedved dolgozni. Mi csinálsz? Hagyd abba! Varrok, és ez egy varda. Ja, bocs, akkor, akkor ki vagy rúgva. Szörnyű dolgot kell, hogy bevalljak nektek, erről akartam korán reggel beszélni, de nyilván ti tudtok ebben segíteni. Nem vártál a torkos csütörtökig? Micsoda? Miért a utcánál mindig torkos csütörtök van, tudod? Nem, egy szörnyű, lesújtó hírt kell közölnem veletek, 2 szóból áll, ez pedig úgy szól, hangyás vagyok. Oh. Atya, egy szörnyű kalandban vagyok tegnap óta, és ezt meg kell, hogy osszam veletek. Csőtvitőbb tanácsot kell, hogy tudtam, kérjen. De mit is jelent ez? Viszketek, hangyás vagyok. Ugye, aki családi házban lakik, vagy éppen nem családi házban, az tudja, hogy mi történik, amikor felbukkan egy hangya, és ez az egész történet milyen törzsfejlődésen megy keresztül. Ennek különböző fázisai vannak, én tegnap megpróbáltam magamban rögzíteni, hogy ma ezt jól tudjam elmondani. Meglátsz egy darab hangyát a lakásban, örülsz neki, megszeretgeted, odahívod a gyereket, mielőtt elmegy a hangya. Így a poharat teszel rá, aláraksz egy kis papírt, és mutogatod a gyereknek a hangyát. Majd, amikor elmondja a gyerek, hogy ettől nem fél, szeretni kipróbálni, ráteszed a kezére, futkározik rajta, nagyokat nevettek, jó, de jó, és zajlik hogy a délután. Csikiz. Hogy csikiz, de aranyos, hol van, jaj, ott van, hú, de jó. Hangya eltűnik. Jó van, mondom, volt egy hangyánk, nem öltük meg, semmi baj. Így jár a vizet, Benni. Bemegyek. Úgy nem annyira folytó. Bemegyek a mosdóba, látom a csapon, 2 darab hangya kolbászol. Na, hopp. Nem volt már akkora az öröm, mint az elején, de mondom, milyen helyesek, hát ők itt ketten vannak, nincs ezzel baj, mondom, jó, gyere Benni, nézd, mondom, 2 hangya, gyerek, megint be, jó, de jó, vannak hangyáink, ó, mondom, nagyon jó. Oké, nincs ezzel baj. Konyhapult. Megyek vízforraló, és eltelik egy óra, tudod, amikor még nem essük le, hogy mi történik, csak úgy szépen különböző stádiumokban szembesülsz azzal, hogy a természet utat tör magának, és megérkezik. Konyhapult, vízforraló, 4-5 hangya. Már nem vagy boldog. Már nem mondod, hogy gyere Benni. Már nem szólsz a gyereknek, nem tudod, hogy egyenként agyon vágd-e őket, és a kis tetemeket kirakdod, ahogy lássa a többi, hogy itt halállal jár. De nincsen baj, még a 4-et is megfogod, mintha ennek lenne bármi értelme. 4 pohár, 4 papír, bár csak 3-a vagytok. Megfogod, kicsit összenyomod, kirakod. Nincs ezzel baj. 10 perc múlva, és ebben most már tényleg semmi túlzás nincs. A vízforraló, cukor, só kirakva, 35 darab. De egy pillanat alatt a konyhapulton. Nem lehet, hogy 36 volt? Megszámolt a 35. De igen, most lepörgettem újra. De hogy nem hiszed el? Mit csinálsz? 36 darab hangyával, semmit nem tudsz csinálni, mert nincs ott a hangyaírtó. Elkezded megnézni az útvonalat, hogy honnan jönnek, hová mennek. Fogtam a telefonomat, elemlámpa, rányom, és elemlámpával elkezdtem világítani az ösvényt, hogy merre mennek. Visszakövettem a hadi ösvényt, és megtaláltam a bejáratot. Találtak valami kicsi lyukat, és nyilván ők valahogy szag alapján azonnal megtudják, hogy mit kell ellepni. És láttad, hogy viszik a kockacukor darabokat? Várjál, elvittek mindent. Vikit kérdezem, mit kell ilyenkor csinálni? Mondja a Viki, hogy só. Attól félnek. Nagy baj, nem lehet. Fogom a sót, és szépen az útvonalakat szépen besózom. Várok 5 percet, visszamegyek. Azt látom, hogy röhögnek a pofámba, és viszik a só. Viszik a darabokat. Mondom, ez nagyon jó. Hát ez fantasztikus ötlet volt. Nincs ezzel baj. Mondja a Viki, oké, megnézem meg. Fokhagyma. Mondom, most kaptok, rohadékok, ide idegeneknek, tilos a bejárás, fokhagyma, kicsi apró szeletekre, beszórom szépen, megtalálom a végpontot, ahova érkeznek, hogy miért a vízforraló környékére mentek a konyhapultra, nem tudom, a szemetes például nem tálták meg, vagy a mosogatót. Berakom az elejére, apró kicsire összevágott fokhagyma, mondom, Benni, nézd, nem sokára nem lesz itt egy hangya se. Elmegyek, teszek, 10 perc múlva eszembe jut az invázió, végig mennek a kövön alul, visszamegyek,
viszik a fokhagymát. És mintha a szemük se. Cipelik a fokhagymát. Mondom, miért nem rohadtok meg? Cipelik a fokhagymát. Beni persze baromi jól szórakozik, kergeti őket, nézi. Nézd apa ott is, nézd apa itt is. Tessék. Új barátok és még több. Új barátok, nem fél a hangyától, a mosdóban, a szekrénynél, alul, mindenhol. És egyszerűen már látod, tudod magad előtt, ahogy a következő pillanatban az egész lakás tele van. Én nem tudom, ők hogy kommunikálnak, szagokkal, telepátiával, de honnan tudja egy, hogy kell szólni a többinek, hogy lesz ott 3 percen belül 4000 darab hangya, azt nem tudod. Csíkot húz a hangya, nem? Szag alapján mennek. Ja, az a csíkot, de én szagnyomot hagy. Nem, szagnyomot hagy egyébként. Tehát Viki nem mondta, hogy a fokhagymát be kell dugni abban a részbe, ahol bejönnek a lakásba. Én azt hittem, hogy ezt csak így tudod, így beszorod, mondom, nézd, hogy szalad a gyáva, hogy fut. Egy perc alatt egy gramnyi só, és egy úgy vitték el a fokhagymát, mintha nem lennének szaglószer. Semmi bajuk nem volt a fokhagymával. Hívom a szomszédot, mondom, figyelj, van nálad hangyaírtó? Ugye, ha hülye vagy, kinél van? Van nálatok ott hangyaírtó? Nincs. Van? Nálam sincs. Nincs. De hangya sincs, ez minek legyen írtó? Már nálad sem volt hangya, eddig nem volt írtó. Mondja, oké. Légfrissítő, adj neki. Igen, és előtte gyújts meg egy gyufát, és fújj át az. Szaladgálok, megkeresem. Az összes lyukba, ahova lehet, az összes, a szegény, ott már sajnáltam őket, mert az a karmikus gyilkosság teteje, mikor befújod őket. Olyan szag volt a lakásba, befújtam, találtam, amilyen rózsás légfrissítő. És mint amikor a gásprével, az elejétől a végéig, a bútort megfogja egyébként, a konyha bútort, a légfrissítő? Nem fogja meg a fát? Nincs. Szétfújtam őket, most jelen pillanatban itt tartok, abba ott elpusztultak néhányan, tehát nem tett jót annyira. Most kíváncsiak, hogy mi van otthon. Hogy jön-e a hogy most jön a következő. Légfrissítő. Hogy kiraktok-e ott? Tessék? Hogy kiraktok-e vagy ott? Vagy már átvették. Rohadt nagy hangyaboly lett az egész. Hát figyelj, más nem segíthet. Be kell kapcsolni a tévét és megkeresni a házi bulit Attilával. Vagy a fási. Az mindenkit kikészít. Hát vagy a másik variáció, hogy tényleg fel kell hívni a nyíregyházi állatkertet és kérni egy hangyászt. De tényleg ilyenkor mit csinálsz? Kijön egy hangyait, igen, kapsz egy hangyásünt. Vagy, tehát, hogy hova tűnnek ilyenkor egyáltalán, ha eltűnnek? Ők megérzik, hogy ott befújtak légfrissítővel és elmennek? Mi történik? Már keresik a másik lukat. Így van. Vagy nagyon bejön nekik és szólnak a többieknek, hogy mangós, gyertek ti is. Ők ebbe kicsit beleragadtak egyébként. Figyelj, az interneten nem hiszed el, hogy a só, a fokhagyma, a sütőpor, a szódabikarbona olyanokat írnak, hogy mivel lehet hangyát riogatni. Minden. Én nem tudom, hogy a szódabikarbonától egyébként miért félnek. A fokhagymát és a sót olyan vidáman hordták el, hallani nem akartak arról, hogy ettől meg kell ijedni. Vagy sok hangya, vagy egy hangyász. Választhatok. Marha nagy lenne. Szabad mászkál, igen, ott mászkál lakásba. Beni is örül, időnként kinyújtanák is 30 centis nyelvét. Benyalna ide, kinyalna onnan. A citrom, mindent írnak. De tényleg, mindent. Jó, mi van még otthon, amit ki tudsz próbálni? Hogy mit tudok még? Igen, mit, tehát a sütőpor, van szódabikarbona sütőpor, minden van otthon. Hát akkor ez legyen küldetés. Ma szépen órákra beosztod magad, hogy hazaérsz. Őrség, hagyja őrséget. Igen, 11-kor sütőpor próba. Ha elviszik, akkor jöhet délben a mit tudom én, a citrom. Valószínűleg azért mentek a vízforraló környékére, mert hogy ott méz, meg ott tartunk egy csomó mindent, és ugye baromi jól. Az nekik csak jacuzzi. Tehát a mézes üvegen ott nagyon vidáman tanyáztak. És tudod, amikor így leköveted őket, és kinyitod a spejzt, és látod, hogy de minden. Már mennek a kenyére, már. De egyszerűen átveszik a hatalmat. És azt érzed, hogy a saját lakásod egy pillanatra vendég vagy. Megjöttek, arcot berögnek, akkor kinyitod a spejzautót, kicsit megmerevednek, rád néznek, és utána teszik tovább a dolgukat, adják a morzsákat, viszik, szállítják, nem érdekli őket. És elhordják a vagyont. A következő a tévétek lesz, nagyon vigyázz. Mi lesz, hogy az egyik beül a garázsba, beszáll a kocsiba, és kiáll vele? Érted? Mit kell még eltűrnöm? És akkor szólok az utcának, hogy nálam hangya van, és akkor kiírtják az egész utcát, vagy mi történik? Vagy csak kijön egy hangyaírtó, befújja és elmegy? Szerintem ez szól, hogy nekik legyen meglepetés. Vagy vigyél átva. Megtalálom a poét, és átteszem a szomszédhoz. Most ezen dolgozom, hogy a forrást akarom megtalálni, és az egész kupacot kiásni, és áttenni hozzá, mert ő most egy hétre elutazom. Ha egy talicska cukrot áttolsz mondjuk a szomszéd, hogy átdobálsz. Azt akarom, akkor... csak oda akarom csalni őket, mert egy csomó minden a nem beszél. A bojtól elindulsz, és így szépen szórod le a cukrot, át a szomszédba, és akkor elmennek, oda egy kilót leteszel. Ja, de nem jó, mert hozzád fogják visszahordani. Nem jó, a boly átültetés a jó. Meg kell találni, igen, a bojt. És át kell tenni az egészet. Volt olyan, hogy te gyerekkorodban vidéken kiástál egy vörös hangyabolyt, és dobálóztatok vele? Mi mindig úgy volt, hogy az egyik orrunkat így befogtuk, a másikba tettünk egy szívó,
nívószálat, és azt bedugtuk a hangyabolyba, és így fölszívtuk őket. Az ennél sokkal jobb, hogy mind a két orlókatba teszel egy szívószálat, az egyik ebben mennek, a másikon kijönnek. Igen, nagyon jó. Valamikor viszonylag sokáig tart, mert elkalandoznak be. A légüres térben. Gondoltam tényleg, hogy csinálok egy olyat, hogy légfrissítő öngyújtót, tudod, és akkor ott végig, de nem akartam, én nem akartam ölni, tehát még... Meg a lakás fölgyújtani azért. Az meg a másik. Igen, meg képeket adni Beninek, hogy milyen múlas az időt, amikor nem vagy otthon. Apa! Igen. Ez nagyon jó bulatság. Apa, éljenest megint! Kis íze, piros szalagot fölkötöd a fejedre, ez az én Igen, és azonnal végigmegyek. De szemtelenek, tényleg. Tehát, hogy nincsenek tulajdonnal, nincsenek tekintettel vagyonra, tárgyakra, ingóságokra, semmire. És mennek és pusztítanak. Megnyugtatlak, te fogsz veszíteni. Igen, tehát ha ezt fölfedezték a lakást, akkor onnantól kezdve szólnak a haveroknak? Vége. De télen nincsenek. Úgyhogy más a 9 hónap körülni fog mégiscsak. Már csak 9 hónapot. Vannak ezek a hangyacsapdák, ezek nem túl trendik. Tehát annyira nem passzolnak mondjuk. De mi az, hogy hangyacsapdák, hogy megy a hangy és rácsapódik? Itt az egér? Igen, beraknak egy hatalmas hangyacsapdát. Egy nagy morzsát? Egy fél sonkát, és akkor bemennek rá. Ne, ilyen kis barlangszerű, ilyen műanyag, ilyen domború tetejű formák, és akkor vannak rajta lukak, bemennek, és akkor benne is maradnak. Ben valami ragacsos. Nem akarom tudni, hogy mi van bent. Egy mikrohangyás. Mi van, ha azt csinálom, hogy a lakás előtt, igen, a bejáratnál sátoroztok le, és nem mentek be többet. Kiköltözünk. Nem, ha a lakás előtt egy elterelő hadművelettel megpróbálom őket máshova csalni. Amit te is mondasz. Aha. Tehát veszek egy doboz, mit tudom én, babapiskót, tehát egy kiló kenyeret, és a küszöbtől elindulva kifelé átcsalom őket a szomszédhoz. Össze lehet őket zavarni? Össze vagy lehet, vagy a mézes kalács darabokat szórok le nekik, hogy a másik irányba menjenek. Kirakok egy táblát, szomszéd arra, ott kánoálma a gyerekek, tessék arra menni. És nyitok egy alagutat nekik a kerítés. Tudod alatt. Te biztosan, hogy mit szeret a hangya 100%-ra? A légfrissítővel bajok voltak, utána tehát egy kicsit megritkult a sereg. Tehát úgy érzem, most egy csatát megnyertem. Jó, de ott kezdődik, hogy mit szorsz le a szomszédig. Hát mit az, amit szeret? Minden olyan sokat. Hangyatojások? Hangyatojások, a hangyát, igazából csak a hangyatojás érdekli meg a bojnak a sorsa. Honnan ismerem én meg a hangyatojást? Nem, sose láttam. Hogy néz ki egy hangyatojás? Kicsi tojás és a feltöröd, akkor... Olyan, mint a főtrizs. Nagyon hasonlít a főtrizsre. Igen? Aha, fehér, puha. És mi van akkor, ha eunukokat csinálok picit, belőle? Picit savanykásabb az íze, kóstolna. Mi van akkor, ha ott bent a bolyba valahogy kasztráltatom őket, hogy nem bántom őket, csak meggátolom azt a szaporodást. Azt hogy képzeled el? Tessék? Hogy kikötöd így a kis lábaikat, és fogval, egy cikével, vagy ezével, vagy sebészeti lézerrel eltávolítod a heréiket. Igen, vagy... és mindegyik hangyát picit megkasztrálom. És onnan... Villant egy vakum, mondom, úristen, mert tényleg rosszul látok. És onnantól kezdve mindegyik hangyát kasztrálom. Azt mondom, velem lehet szórakozni, de soha többet nem. Nem szaporodtok. De a boly, a tojások, a királynő. Ott van egy királynő valahol? Hát, így van. Azt hogy kell megtalálnom? A házad alatt. Hívj fel a Fási Ádámot, ő szerintem egy pár szor elkaptam királynő. Szia Ádám, ne haragudj, csak tudom, hogy te jó vagy királynő keresésben. Rohadt sok hangya van a házam. Eljönnél megtalálni a királynőt, mert a Jani azt mondta, hogy a királynő megvan, akkor megvan mi. Mit szólna? Biztos elküldene a felé. Te vagy a legnagyobb királynő vadászában. Értelmes szót. Mondjuk ez is igaz, összefüggő mondatokat, keveset a... És ha a királynőt költözteted, akkor költözik az egész boly. Tehát nem kell neked a bolya, a királynőt szedd elő a bolyból, azt vidd át a szomszédba. Igen, azt kell megtenni. Van még más kérdésem is. Honnan tudom, hogy melyik a barátságos hangya, melyik a vérhangya? Melyik, ami csíp, melyik, ami nem csíp? Érted, rátettem a gyerekre egy 10-15-öt, ott szaladgáltak rajta, nagyokat nevetett. Honnan tudom, hogy nem valami afrikai faj telepedett, tudom, érted? Te megismered a hangyákat? Te tudod, hogy ez a vérhangya, ez a vörös hangya, ez a csíp. Mondjuk te biztos, nem fel? Mi vidéken egészen jól állunk. Ti ott vidéken volt ilyen hangya határozottok, hogy kimentetek a mezőre, és akkor ott valaki elmagyarázta, hogy melyik hangya milyen? Nem kell, volt hangya határozó, szájról száj, az csecsből szívtuk a hangyákkal tudást magunkba. Igen? Igen. Amelyik például... Tehát nem volt, hogy a mező hangyabolyba feküdtetek, és akkor aki előbb felállt, az vesztett? De ez egy nagyon ősi népi játék, Kígyosan és környékén, de úgy a legjobb, hogy ahogy letolt nadrággal bele a hangyabolyba beleülsz. Tudod, és az igazán aki, bátor, aki előbb aki föláll, felugrik, az jó helyre teszed, és ráhúzod a bőr. Mit akar, ad egy hangya hangot?
Vagy egy csip-csip-csip-csip, és akkor elcsalom őket? Vagy a királynő ad hangot? El tudom én őket csalni, mintha én eljátszanám a királynőt? Hogy játszasz királynőt? Amit csinál a királynő. Hát a Gyula tudna akkor... szerezni olyan műszert, ami hallja a hangja hangot is, tehát hogy ezt meg lehet vele beszélni. De szerintem meg kell keresned a természetes ellenségét, és azokkal betelepíteni. Ebben az a veszély van meg, hogy adott esetben azoknak a természetes ellenségét is majd meg kell keresned, akiknek a természetes ellenségét megkeresed. Igen, és egy komplet állatkertet kell berakni. A hangyát kinyírja a vakon, tehát ha vakondot telepítesz, nem? Na hát az... Nem nyírja? Huha! Szerintem kinyírja. Ha vakond is megjelenik, akkor már tényleg akkor írjátok be, hogy déli fekvésű. De várj, a hangyát, jó, amit a Feri mond, a hangyát kinyírja a vakond. Betelepítek vakondot. A vakondot megtalálja a gólya? Gólya rámegy a vakondra? Nem tudom, mit teszik, a vakondot kinyírja a közművesítés. Valaki csak megeszik egy vakondot, nem mondjátok, hogy a vakond csúcsragadozó. A kutya. Nem eszi? Hát egy jó vakondokos kutya. Semmilyen állat nem eszik vakondot. Hát valami kotorékebet kell keresned, aki meg tudja keresni a vakondot. A kotorékebet viszont mi eszi meg? Hát azt hiszem, semmi, az állatok nem annyira örülnek neki. Annak nem, de mondjuk a vaddisznó, igen, de a vaddisznó meg majd összetúrja a kertet. Hát meg aztán besétál valami vadász, és elkezd lövöldözni a kertet, mert itt láttuk a vaddisznót, erre elkezdett lövöldözni. Jó, egy utolsó kérdés. Hogy néz ki a királynő? Én hazamegyek, megtalálom. Mit keresek? Korona van a fején. Furán áll rajta a korona, igazgatja össze-vissza. És ott áll mellette Fási Ádám? Így van, és valaki szembe vele egy asztalnál kacsingat. Egy izzadó zsűri nagyon kacsingat, törölgeti a homlokát, és igen, és nagyon duci. Azt írják a hallgatók is, hogy fáraó hangyád van. A fáraó hangyád van. A fáraó hangyja. Hát akkor valahol vannak piramisok a föld alatt. Ott kell lenniük valahol a közelben. Én megkeresném a szarkofágot, megkeresném a belső sírkamrát. Nem akarok sírabló lenni. Így van, csak valaki hozzá nekem a királynőt. Nagyobb, testesebb, és igen, nagyobb. Parancsokat osztogat, innen veszem észre? Nagyobb, így van. Igen? Nagyobb. Fekszik, alszik, mit csinál? Na, ne, hát bármerre megy, mindig ilyen sűrűk rajokban követik a hímhanyák, és szagolgatják a sejhaját. Ezt mondjuk megismerem. Elveszem onnan, és beülök én a helyére. Holnap a nem jövök, a föld alatt vagyok. Meg kell találnod a királynőt, így van, és át kell vinned Török Bálintra. A hajduhoz? Vagy hova? Nagy kaland ez, higgyetek el. Most nem tudom, mi van. Most nem tudom. Két dolog lehetséges. Vagy bosszútálnak és az egész lakást ellepik, vagy a légfrissítőt nem szeretik annyira, és rájöttek, hogy ezzel az emberrel nem szabad szórakozni, és átmentek a szomszédhoz. Hát vagy kis fel vagyok rá készülvetesek? Minden sarkon. Nem, csak azt a nyomvonalat, ahol folytál már. Már csak bejöttek másik sarkon, nyugodj le. Tehát hazamész, és ott nézik a tévédet, a chipset zacskótból dobálják szét a chipset, már igen, ők élnek a házadban. Kettő felvette a ruhámat, egy játszik a gitáron, igen, egy meg befeküdt a Benny ágyába. Hát meg félned kell egy picit szerintem a genetikai mutációktól. Mert hogy lehet, hogy immunissá válnak. Az egy, kette, hárman belepusztulnak a mangos légfrissítőbe, de ebből utána szemtel következő... pisztáciás volt. Na, tessék. Úristen, milyen szag lehet már abban a lakásban. De hogy lehet, hogy a következő generáció már fel lesz vértetődve. Mi van olyanok, mint a baktériumok, hogy egy rezisztensé válnak már az antibiotikumokra, érted? A következő generáció már nem tud mit csinálni. Az az ötben állt. Mustárgázzal tudod őket elintézni. Na jó, nagy harc ez. De jó, köszönöm a tippeket. Szóda, bikarbóna, és mi volt a még? Királynő áttelepítés. A királynő áttelepítés. Ez az egyetlen járható út számodra. Hihetetlen. 7:30, és ezt is megoldottuk. Nem? Ez itt a Morning Show! Viszont nagyon sok közlekedési hírt várunk, sokkal többet fogok olvasni, mint amennyit egyébként... Nem szeretnénk, de biztos, hogy jönni fog. Mindig olvasunk sokat. Ha valaki bajban van, vagy elakadt, vagy szüksége van segítségre, vagy tényleg úgy áll az autójával, hogy se előre, se hátra, és minket hallgatva talán azt gondolja, hogy tényleg mi vagyunk az utolsó esélye, bátran írjon. Megpróbálom az összeset beolvasni. Jó, nagyon sok fog jönni nyilván, csak azokat küldjetek, vagy csak olyanokat, ami most tényleg fontos. Tehát az, hogy csúszós az út, ez most azért nem, mert elveszi attól a helyet, és közben nem fogjuk látni azokat, akik valójában bajban vannak, vagy szükségük van segítségre. Hát ugye tudjuk, mondjuk én nem voltam itthon, de ti hallottátok, meg ti itt voltatok, hogy mi volt itt március idusán, ugye? És hát ha talán az nem is ismétlődik meg, de brutál mennyiségű hó esett le egy éjszaka alatt. Reméljük, megint. Reméljük. Jönnek a hoátfúvások, Nyugat-Magyarországon megint eléggé tarthatatlan a helyzet, úgyhogy... Egyébként aki teheti, ne is menjen autóval most így a fővárosban. Én láttam, hogy mondjuk az ülőjút szépen végig van takarítva, de egyébként sok helyen a kis utcákban még marhára nem. Csak mi az alternatíva? Üljek BKV buszra?
Igen. De hát ez is. Mert akkor legalább egy közösségi élménnyel gazdagodsz. Nem egyedül ülsz majd elakadva az autódban, nem sokan akadtok majd el egyszer. Igen, meg tudjátok domácsági. Te is elkésel, én is elkésel, te is elkésel. És van egy még nagyobb előnye, hogy a buszoknak nagyon nagy a tartája. Tehát nem kell átszállnod egy másik buszra egy SMS alapján, hanem csak ott marad, ha jön. Sokáig meleg van. És ha tudod értelmezni azt az SMS. Ha már el kell akadni, inkább akadjak el a saját autómban. Tehát, hogy én nem tudom, ha jön a rossz idő, én valahogy sokkal nagyobb ingert érzek, hogy autóba üljek sem, mint hogy letegyem az autót. Tehát, hogy ilyen fordított arányosan kellene gondolkozni. Minél rosszabb az idő, annál jobban ki le kéne tenni. Uh-huh. Mondjuk, ha én ma busszal jövök, én még mindig ott állok a megállóban. Nálunk már ilyen sárga buszok járnak szerintem 2 óránként. Tehát az biztos, hogy... Hát valahogy el kéne intézni, hogy kimenjen hozzátok valamilyen kötött pályás tömegközlekedési eszköz. Fogaskerekű? Valahogy, de valahogy megnéztük. Hát egyszer megnéztük, emlékszel? Azt hiszem, hogy 1:45 tőled bejönni tömegközlekedéssel. Valahogy úgy, igen. Ilyen számítógépes programmal, illetve ugye bejött sárga busszal, aztán át. Valahogy úgy, az 1:45, de hó nélkül. 1:45 hó nélkül. Képzelt, ahol van. A Benit meg akartam buszoztatni a múltkor, hogy üljön egy kicsit buszra. Pont látok egy alakatta. Igen. És beálltam a busz megálló ottól lakom, és megnéztem, tök jó, mert hogy ki van írva, egészen kultúrát éppen, hogy mikor jön a busz. Ezt mondom, hát ez már a 21. századon, még nem is elektromos táblán, de már egy ilyen kis táblán. Ez a meglepettség azért nálam már elmúlt egy 15 éve. Jó, jó, oké, hát tudod, hogy a BKV az utóbbi 15 éve kezdett kevesebben találkozom. Hát mondom, megőrülök, ki van írva. Ezzel nem is lett volna, majd ránéztem az arra, 4:45 volt, a következő busz 5:45 jött volna, mert elment egy 3:10, tehát hogy pont lekéstük, és megnéztem, hogy 2 óránként jön arra busz, amerre lakom. És aztán megnéztem jobban, még arra kék busz is megy. Azért mondom, az nem egy sűrű járat. Nem? 2 óránként? Hát nem. De nem viszik túlzásba. Gondolod, hogy lekésed a busz, és beállsz a megállóba. És nézed állókat, és nézed, állsz mozdulatlan, és csak nézel. Eltelik egy fél óra, egy óra, még egy fél óra, és még mindig csak ülsz, és sehol egy busz. Gondolod, meg hazamehetsz, hogy kicsit ledőlni. 2 óránként. Jó, hát nem azt mondom, hogy egy központ, ahol én lakom, meg egy nagy metropolisz, nem 10 milliós agglomeráció, nem erről van szó, de 2 óránként, azért a szerénke, nem? Hát. Igen. De nem, jól csináltad, hogy megvetted azt a 200 hektárt a ház körül. Az ügyes húzás volt. Kicsit kihaltál tőle a környék, de hát mindegy. Igen, még aszfaltutak sincsenek, meg betonul, hogy mit csodálkozok, hogy csak 2 óránként jön a busz. Hát elnézést, eladó áll? Nem, de. De biztos. Az Ibrahimovics csinálja ezt. Egyébként az ő hobbija, mert házakat vásárol, az ingatlanokat nagyon-nagyon szereti, így gyűjtögetni, úgy élni benne nem nagyon lehetne, hogy túl sok van már belőle neki, de ő például azt csinálja, hogy autókázik így a hétvégén, és megtetszik neki, mondja, hogy becsönget. Becsönget, megkérdezi, hogy eladó a ház, de. Mondják, hogy nem, de mondja, hogy de. De várj, ezt mondd egy verre, vagy és mond egy összeget, tetszik. És azt mondja, hogy csak annyi a kérés, hogy ilyen 24-48 óra környékén ez legyen az intervallum, amiben kiürítik a házat. És nyilván lettenetes lóvé, tehát akkor a pénz, amiért azt mondod, hogy oké. Okay. És hogy csinálnak ez a hobbija. Hogy így szereti. Így jó focizgat is mellette nyilván abból él, de hogy így becsönget. De nem is nézi meg, hogy esetleg van egy ázás a pincébe. Ne. Vagy esetleg penészesek a falak. Neki. Vagy mit, nyugati fekvésű a hálószoba, tetszik, hogy nyugodtan tudjon aludni. Csak hogy ránéz, azt mondja, ezt megveszem. És azt mondja, és megcsinálja. De miért nem jár erre egy kicsit? Eladnád a pecót jó pénzért? Nem jár felé. Miért nem? Mondd rá egy összeget, hát persze. Ha 24-48 órás költözésen kicsit veszekednénk, de persze. Hát nem. Hát nem adnám sok el? Csak mi valakul, hogy azt mondja, hogy eladó ház? Nem. Hát, ha nem, nem. De. Nem eladó, menj a nyárba. De Ibrahimovics vagy. Ja, akkor igen. Akkor persze. Na most, és ott verekedik az udvarban. Jani azt mondta, ilyenkor mindig egy pofátlanul magas árat mond, és akkor nem eladó. Akkor viszont látom. Akkor köszönjük szépen. Pedig itt ez volt 1 millió dollár. Na mindegy. És hány háza van, azt nem tudod? Nem lehet már követni. És legalább odaadja valakinek? Nem, hát ő. Hát ő, amikor arrafele tartózkodik, akkor ott megszáll, ha megszáll. Hát szereti. Hát ki ez gyűjt, ki az gyűjt. Igen, sokan csinálják Hollywoodban, hogy vesznek egy franciaországi kastélyt, akkor vesznek valamit Írországba. De hogy aztán onda soha többet nem mennek. Igen. Az életükben nem laknak ott egy napot se. Ráadásul mit csinálsz egy 12.000 négyzetméteres kastélyban, nem? Keresed a többieket. Baromi magányos tudsz lenni egy akkora házban. De... Fölfűteni. Itt vagyok a kék szalomba. És senki hol nem szól. Van a kék szalom? Van kék szalom? És senki nem szól vissza, csak egy fáradt komornik. De ez jó lehet, hogy amire ránézel, meg tudod venni. Nem?
ad egyfajta magabiztosságot. Nem, akkor tárgyaljunk. Nem, nagyon szerényen visszafogott, és picit félszeges szokta megkérni. Igen, ő meg a félszegség, nem, valószínűleg utána kéne néznie valahol. Itt Magyarországon azért rossz erétcsöngetben kilövik a bal szemét, hogy megrázza a kerítést. Eladó, az fog meg a kerítés testvére, az az eladó. De szép halma, veszek belőle. Ha nem mész innen, még sörétet is kapsz, testvérem. Tehát ott, ha rossz helyre mész, akkor ott bárki vagy, ott nem nagyon adják el neked az ingatlan. Láttam ma reggel egy bácsit fát lopni, úgy sajnáltam. Ott a hetesen jöttem be. De az honnan látszik, hogy lopja az ember, vagy ugye esetleg az övé az? Lapult. Hát a hetesen egy erdőből jött ki, és egy akkora rönköt vonszolt maga után, amit szerintem elefánt nem tud arrébb vinni. De hogy ő nagyon küzdött. Nagyon küzdött, és úgy nézett ki, mint egy ilyen kis manó. Ilyen szakálla volt, és valahogy láncra ráerőltetett egy ilyen baromi nagy rönköt, és azt így próbálta elhúzni. Én azon gondolkoztam, hogy miért nem vágja föl, ha már volt ereje kivágni. Vagy lehet, hogy a földön találta? Baltát nem láttam nála. És ott a hetesen van egy nagy bal kanyar, hogy így elindulsz lefelé, aztán egy jobb kanyar. Ott próbált följutni az autóútra, de reménytelennek tűnt a harc, mert így néztem egy kicsit a visszapillantóban, nagyon elszánt volt. Úgyhogy akkora rönköt cipelt, amit így úsztatnak Kanadában a folyókon, tudod, hogy mert talán nem bírja meg, és így leúsztatják. Na, azt ő cipelte, hogy hova, se ház, semmi, ott egy kilométeren belül vitte valóban. Ház csak arrébb. Szakállas volt. Ilyen fa volt. Fenyő? Piros ruhában volt? Korán ébredt ő is. Kicsit ő is, igen. Megint itt a hó. Igen, itt a hó. Meglátja, ha vad gondolt, akkor meg kell tömni a cipőket. Tehát túlvállalta magát. Többször kellett volna menni inkább. Én is láttam a kanyarban a hetesen, írja valaki. Na. Akkor még mindig ott volt. Na, ott volt, igen. Segítsetek már neki. Az most, az bűntárs vagy akkor, ha lopott fa elvívésében? Tettestárs, persze. Hát még esetleg meg is te bújtottad föl az öreget, igen. Kettőm, igen. Garázdaság. Felbújtás, igen. Hát, ha még azt is mondja, hogy semmi közem hozzá, megkért, hogy segítse. Nem, azt mondja, hogy ez az én autóm, ő ült be. Ő ült be, megengedtem, hogy vezessen. Ez az én autóm és az őrönkje. Na mindegy, nem tudom, csak olyan kis helyes volt, hogy a cipeltem. Tibi! 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 Kakakasza Tibi! Kakakasza Tibi! Azért ilyen felvezetést már régen kaptál. Abszolút indokoltnak éreztem. Nyilvánvaló is indokolt. Egy mondatát nem éreztem túlkapásnak jelen esetben. Köszönöm. Azért izgultál egy kicsit közben, hogy egyszer csak jön valami. Nem, valami beátfordul. Nem, izgultam, hogy nem marad ki valami. Az érdemeim felsorolásában. Jánosnál várható egy hirtelen átfordulás, de most tényleg nem ismerek rám, mióta jöttem, ez egy másik ember. Amit addig adott. Múlik. Remélem, már múlik az érzés. A másikat jobban szeretem. Igen, aki negyed óráig ad, majd egy jelzővel visszaveszi a mondat végén, ugye erre gondolsz, én is fel voltam rá készülve, de ez most nem is lett volna indokolt. Nem, ha. Hozzáteszem egyébként, hogy nagyon érdekes volt megélni ezt a két hetet így, és hallgatni az ismétlést. Most először volt az, hogy fölébredtem, és egy kávé mellett meghallgattam magamat a rádióban egy ismétlés során, és hát azt kell mondjam, hogy olyan módon a saját hatásom alá kerültem, ami váratlan volt. Tehát a levegőbe csaltam, és azt mondtam, hogy a minden itt tud ez a srác. Tehát álltál a szoba közepén egy alsógatyában, hallgattad magad, és a végén lassúzni kezdtél önmagaddal? Igen, és közben markoláztam magad, és azt mondtam, simogattad magad, és azt mondtad, hogy ügyes vagy, Tibi. Igen, és adtam magamnak vadul. Hogy melyiket fogom tudni felülmúlni önmagam, gondolkodni? Melyiket igen ismételtük, emlékszem? Ja, annyira azért nem volt jó. Jó, mert többet is adott az Anna, és akkor abból válaszoltunk. Nem rohadt unalmas volt, csak azt hallottam, hogy nagyon hadarok. De igen, tehát érdekes volt, nagyon saját magam hatása alá kerültem, de aminek még a hatása alá kerültem, hallottam most az egyik klubkoncertemen egy dumát, amit meg akarok veletek osztani, mert azt gondolom, hogy sosem késő tanulni a nagyoktól. A színpadra hívtam egy hölgyet, akivel elkezdtem beszélgetni a színpadon, és a beszélgetés egy adott pontján megkérdeztem tőle, hogy na és van-e már barátod? És erre megkaptam a tökéletes választ. A következő volt rá válasz. Van-e már barátod? Jön a válasz. Az attól függ, ki kérdezi. És tökéletes a válasz. Főleg, ha a Pali ott áll, tudod, és most fog mondani. Én vagyok. Az attól függ, ki kérdezi. Halló. És elfordulsz, és így szól, na jó, menjünk, ígyunk valamit. Ez nagyon szép. Az attól függ, ki kérdezi. Ebben ugye azért minden benne van, nem? Tehát ez egy nagyon szép üzenet, hogy ne legyünk, gyönyörű. Ne legyünk álszentek. Ez ugyanis a válasz, mindenkinek megvan az egy ember, aki ha megkérdezné, akkor nincs. Akkor nincs. Hát és most, ez te voltál? És ez megbocsátható. Rád most ezt nem derül ki, valószínűleg én felhetek. Hát de miért nem vitted tovább? Én. Ja, akkor nincs. Nyilván erre célzott. Egyébként kialakult ebből egy basza... Tényleg? Na, hát akkor végül is csak összejött. Na, jó van. Hát én azt gondoltam...
Én azt gondoltam egyébként, hogy, akkor ez egy zsákutca volt, de ezek szerint azért valamilyen formában a várakozásainak a gyümölcse megérett, ugye? Én is erre gondoltam, hogy ez kialakult, csak nem kérdeztem volna rá ilyen konkrétan adásban, de ha már én mesélsz, akkor ügyes volt, jó volt? Ebben egy beszélgetés. Miután? Vagy úgy? Utána vagy előtte? Jaj, megizzadtam. Kialakult ebből egy beszélgetés. Így alakult. A párommal megkérdeztem a páromat, hogy ő ki az, akiért engem tehát oda dobna, akinek azt mondaná, hogy igen, aha, most nincs barátom. És azt mondta, hogy egyetlen egy emberért dobná oda a kapcsolatát velem, és ez nem más, mint Vin Diesel. Vin Diesel. Aha. Vin Diesel lenne a szabad kártyás, akit meg kéne, hogy bocsássak. Ahogy a tegnapi hallgatónk fogalmazott, a néger. Vin Diesel a néger. Nem, más volt, Morgan Freeman volt, ő volt a néger. Nem, Vin Diesel, de azon gondolkodtam, hogy kérdeztem is, hogyha Vin Diesel van a kalap másik, vagy nem tudom, a másik oldalon, a mérleg másik oldalán, akkor én hogyan kerülök a képbe? Egyébként jó a kérdés, ugye? És elég erős önismeretű árulkodik. Tehát, hogyha ő Vin Dieselért dobna, mit csinál veled? Ugye? Tehát, hogy a kettőtök között azért nem csak a bőrötök színe más. Tehát, hogy ehhez képest egy átugorható kis patakocska. Igen, tehát hogy van köztetek és... genetikai különbség, ugye? És finoman fogalmazva. Most már azért állj le, Balázs. Így van. Jó, állítsd le magad, te romagét. Te még csak kóstolgatod, nézegeted, gusztálgatod azokat az edzésterveket, amiket ő már rég eltüzelt otthon a KH-ban, mert egyébként mekkora C-kategória, Pali, nem? Egy jó filmje nem volt. Mondj egy jó filmet Vin Dieseltől. Most kicsit visszahoznak. Most kicsit visszahoznak. Most azért kicsit hoznak. Mondj egy jó filmet Vin Dieseltől. Melyik? Igazán jó. Azzal hozod vissza, hogy egy C-kategóriás sztár legyőzi. Magyarul én akkor B? Na, akkor. Nehogy már egy hollywoodi cél lenyomjon egy erős magyar bét. Egy erős magyar bét. Mit ez? Tökéletes. De nem azért hoztam ezt a rengeteg kis felvezetést, mert esetleg nincsen ma olyan dolog, ami igazán böki a csőrömet. Ami böki a csőrömet. Egy új rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy új rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na, mi bé a csőröde? A csúf. Ugye hát az előző beszólás után. Figyeljetek, a következő, egy picikét megint falumban kalauzolnak el benneteket, ahol valami most furán történt, nem úgy, ahogy én gondoltam. Szerintem Balázs, ezt át fogod érezni, a többiek talán kevésbé. A csatornázás problémájával mennyire szembesült már bárki? Tavaly közületek. Nagyon jó történet. Jó buli a csatornázás. Kábel TV sztori? Igen, nem. Nekem nálunk is tavaly csatornáztak. Semmi baj nem lett volna, ha nem vágták volna át úgy a fővezetékemet, hogy a garázskaputól kezdve az utolsó hűtőszekrényig minden meghalt. És onnan tudtuk, hogy valami nem stimmel, hogy az ember átkint, és rúgdosta a kábelt, és izzadt a tévé. Hát szerintem ezt átvágtál, és ne rúgdosd, ember, ne rúgdosd, hát minden tönkre megy. Kijött az elmi, mindent szétvágtak. Mi azt mondja, azért vágták el, mert annak a vezetéknek nem ott kellene menni. Nem volt rajta a papíron. Nem volt rajta a papíron. És egy ilyen fűrésszel úgy, hogy azt ketté vágták. Csak neked kell bocsánat kérni, hogy miért ott vezetted el azt a vezetéket, nyilván te vezetted el ott. Úgy hívják ugye ezt, amit bevezetnek az utcába, a csatornát, hogy csatorna gerinc? Az a gerinc, ráköthetsz majd a gerincre, ha erre az önkormányzattól engedélyt kapsz, először megcsinálják, és aztán jön a rákötés, amikor rákötsz a gerincre, igen. Na nálunk már egy ilyen éve benn van kb. Ez a gerinc, és hát ugye mi vártuk, hogy majd kapunk egy nem többet, egy ilyen cetlit bedobnak majd egyszer, hogy meg ráköthetsz. Ráköthetsz, így van. Erre a dologra. És ott a bátyám bent volt az önkormányzatnál valamit intézkedni, és rákérdezett jó állampolgárként, hogy lassan nem köthetnénk rá erre a bizonyos gerincre. Már lehúznátok. Lassan. Igen. Kifolyt az emésztő a kertben. Gyűlöget, és megkapta a választ, hogy olyannyira ráköthetünk erre a gerincre, hogy már rá is kellett volna, le is járt a határidő, és már egy ilyen emelt... Már szedik is föl. Fölveszik a gerincet, igen. Hogy már egy kicsit ilyen finoman büntibe vagyunk, és amikor kérdeztük, hogy hát ezt nekünk honnan kellett volna tudni, mondták, hogy benne volt az újságban. Aha. Tehát ha nem olvasod a lapotokat, nem akkor olvasod nem fogod tudni. A falusi hírmondót, akkor sajnos megvonják. De ha már kidobolt a kis bíró. Nem. Erről van szó. Beletették, és miért törje a magyart a kisbíró? Benne volt a falusi újságban, hogy rá lehet kötni. Ha te nem olvastad el a falusi újságot, akkor magadra és akkor te már egy éve fizeted az emelt csatornadíjat, meg pár minden. Pár hónapja. Ezt a fölterhelési díjat fizettetik már velünk, ugye, mert hát kaszályok nem fűztek
rá azért a hegy, nem tudom, a csatorna gerincre. Azért terhelitek a földet. Hát Gabessa, figyelj, hogyha én megiszok egy nagy pohár kakaót, lefekve, ez ne akar tudni, hogy azért terhelem ott a gerincet. Ott egy zilbelsőt letesz reggel. De hogy azt mondják, hogy kasszáljuk, hogy nem azt, hogy az uraság. A földes úr. Nem, de hogy, tehát magyarul berakták az újságba. Úgyhogy most el is döntöttük a bátyával, hogy mostantól felváltva olvassuk elejétől a végig, nyálazzuk felváltva, nehogy valami benne legyen, ami minket is érni. Hogy hívják a tieteket? Falukép. Már hogy milyen városkép, csak azért. Városkép? Aha. Én nem is tudom, nálunk is van a valami hírmondó, vagy nem tudom. Harsona. Hát honnan tudja, hogy én soha nem olvastam. De ez picit olyan. Gondolom, sokat nem vesztettél vele azért. Mi lesz a következő, majd valaki áll a főtérre, és akkor úgy közdik, hogy be lehet kötni most! Csak ne tiketten kössetek rá, tehát hívjatok szakembert. Azért látom, hogy Gabessa állsz, hogy csákálja, gyere, kössünk rá. Jó, Gabessa, ne tököljünk, kössünk be. Azért azt igen. Rákötünk a gerincre. Hát azért annyira elképzelni, hogy a Gabessa meglendíti a csákányt, és rögtön azzal a mozdulat, Tibi, olyan szótlan vagy. Miért most vagyok, Tibi, én nagyon megijedtem, és nincs meg a fél arcod. És még akkor is van elég. Jó, az elégtelen információ áramlás joggal bő ki a csőrömet. Nem, szerintem se benne volt. Tökéletesen megértem, mert nekem se szóltak még, és rettegek, hogy már rá lehet kötni, úgyhogy... Tehát, hogy most akkor ez mi, kettő-kettőben vagyunk? Hát, te nem számítasz, mert te hoztad a témát, kettő, a Bali van. Hát én azért hoztam. Simán átállok az ő oldalukra, egyáltalán nem jogos. Egyáltalán nem jogos. Valami más. Hogy kötnél rá te is egy évvel később, és büntetnének agyonra. Jó, akkor ezt nem adtátok ez meg. Most nem, ezt most nem tessék olvasni a helyi újságot. Olvassam. Vagyunk, ki olvassa a nyomorult helyi újságot? Olvassátok. Én olvasom. Ilyen közös képviselős izékre lejárkáltok, szavazgattok. Múltkor is volt benne kasszatími interjú. Akkor az évi egy nagy interjú, amit megengedsz. A Gödöllői kistérségben. Szemétládák. És figyelj, mi lesz az emésztővel? Feszített a víztőkről medet? Csak leszeditek a tetejét? Vagy? Mi csoda, jacuzzi. Azért két klórtablettát dobjatok bele. Miről beszélsz? Valamit csináljatok vele azért. Gabessa, megint feljött a dugó, az nem dugó. Jó. Na. Most akkor ezt nem adtátok meg. Nem. Olvasgassam. Tessék olvasni a helyi újságot. Azt valaki abban munkától megírja, interjúkat. Beszerkezti, betördeli. Tessék elolvasni. Interjúk. Régen olvastál te falusi hírmondót. Tudom, mi van benne. Leírják, hogy hogyan rig fel a kakas. Igen. Jó, de nem azért. Amit csinál, ahogy... Engedd el, lehet, hogy rosszul használtam. Ez nálam megszokott. Ez nem az állat, nem ott. De teljesen mindegy. De nem azért húztam eddig az időt, mert nincsen most valami igazán napra kész, igazán magvas téma a tarsolyomban. Ugye nem azt akarod mondani, hogy nincs? De van! Egyébként meghallgattam a rádióban, rohadt idegesítő. Nem tudom, hogy ez szeretjük vele, mi szeretjük. Ja, mondjuk ez a lényeg. Négy ember vagy egy ország, ugye? Ha az alapján döntenék el, hogy rádiózunk-e, vagy sem, hogy hány embert idegesítő, akkor valószínűleg rádióznánk. Nem így dolgoznánk. Hazánkban is megkezdte hódító útját a négydimenziós mozi. Nem tudom, mit tudtok erről, van-e bármi. Mi a negyedik D? Az a nagy kérdés. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy engem speciál már a 3D-s mozival is ki lehet kergetni a világból, mert egész nap, tehát reggeltől estig nézem a 3D-t az utcát. Tehát én nekem nincsen vele bajom, hogyha másfél óráig véletlenül kétdimenzióba kapom a filmet. Én elmondtam nektek, hogy mikor az Avatart nézem 3D-ben, akkor is inkább már a patolt kukoricát evő embereket, vagy ezeket embereket néztem magam körül, annyira idegesített a 3D. Én nagyon az nem egyik legjobb 3D-s film, amit láttam. Az én az émeigéssel küzdöttem az 5. perc, és onnantól kezdve azon szórakoztam, emlékeztek, hogy mellettem ült egy ilyen komolyabb csapat, aki azon szurkolt. Hát nézd már, hogy megettem a patogot, küzdöttem. Alig azt hittem, nem tudom meg, azt nézd már, hogy megettem, csak megettem. Ja, szépen megettem. Tehát nekem ez volt az Avatar igazából ott 3D-ban. Jó, a Pi életének már neki se álljál egyébként. Na, a Pi élete is van 4D-ben. El kell, hogy mondjam neki őszintén, hogy a Pi élete és a Krúdék, ez egy ilyen ős valamilyen ilyen őslényes, ősemberes ilyen tudom, kis rajzfilmes, kis 3D-s. Krúdi? Nem, ott bezavadt valami krúdi, egy pártalas iskolás. Krúdi. Szöveggyűjtemény ott valami nálad, nem? Én a Pi élete mellett nem döntöttem, úgy voltam vele, hogy ez talán kicsit sok, arról nem hallottam túl sok jót, viszont ezt a gyerek filmet, ezt a Krúdékat, nem hagysz ki semmit köz, ezt a Krúdékat megnéztem, ez ősemberekről szól. Itt rögtön a Disneynek azért egy bírálatot elküldenék, hogy minden egyes ilyen ős vagy előember ne nézzen már ki úgy, mint én. Tehát,
hogy konkrétan minden ősember apa figurát olyan, mintha róla mintáztak melyik volna. Ilyen masszív alsó állkapocs, ilyen brutális nagy fej, tehát hogy vagy, most vagy ők ábrázolják rosszul, vagy mindannyian tőlem származtok. Ezt döntsétek el, hogy most melyik a jobb, vagy rosszabb forgatókönyv. Jó, elmondom nektek, hogy mit ígér a 4D. Tehát ez egy normál 3D-s mozi, ami a következő dolgokat ígéri a negyedik dimenzióban. Mozgás, fény, illat, szél és víz élményét adja hozzá még pluszban a háromdimenziós mozi élményhez. De ez olyan filmet kell nézni, amiben van víz? Nem, innentől kezdve minden filmben van víz. Minden filmben van víz, hát beülök a keresztapára, ahol egy cseppnyi víz nincsen, akkor engem valaki egyszer csak arcol lő. Amikor lő a keresztap, hogy nem akkor engem arcol lőnek. Hát ott az ágyjelenetet fogják neked egy picit még ott megspékelni. Megvizesítik? Miért kell ezért fizetni? Hát ez olyan, mint egy zuhanyzás. Ott is van mozgás, fény, illat. Így van. Tehát, hogy alapvetően minden filmhez hozzá tudják ezt így koreografálni, de elmondom, mit érzed. Bemész, beülsz a moziba, elkezdik vetíteni a filmet. Az első percben azon kapod magad, hogy az egész terem megmozdul, ez nagyságrendileg úgy kell elképzelni, mint hogyha 50 darab masszás fotel egyszer lenne zárlatos, és így megvadulna alatt. Tehát egy ilyen teljesen kontrollálatlan mozgás elindul alatt, és nagyon kapaszkodsz a karfába, hogy ki ne essél. Ekkor belőle. Mit láttál a filmen, amikor elkezdett mozogni a szék? Ekkor szerintem még reklám volt. Ja, ez korrekt. Vigyáztunk, megvadult, rodeószék. Hát igazából ezt a mozgást, ezt minden azt hozzárakják, mert úgy van vele, hogy ez nem kerül semmibe, tehát ha valaki tüsszed, ásít, eldob egy követ, vagy megfog, akkor is rezeg alattad a szék. Tehát, hogy ezt úgy állandóan adják neked, hogy érezzék, hogy nem sajnálják tőled a székmozgást. Ez egy-egy kameramozgásnál tud úgy jó pofa lenni, általában szerintem inkább fárasztó. Tehát olyan, hogy ráznának téged, és így nem tudsz figyelni arra, hogy mit látsz a képen. Szerintem ez inkább idegesítő. Amit mellé tolnak, amit szintén kapsz, ha kell, ha nem, ez a szél. Előről meg hátulról fújnak ilyen kis különböző kis befúvókákkal. De ilyenkor a filmben is fúj a szél egyébként? Nem, tehát a szép az benne, hogy akkor is fújkálnak, hogyha valaki azt mondja, hogy hey! Már megfújtak szemből. Tehát, hogy teszek hozzá egy kis fokhagymát, ha olyan a lehel. Nyitott gyomor szájával. Meglőnek egy ilyen. Az jó? Ez a szél előről, hátulról, ez ha kell, ha nem jön. Aha. Tehát ez teljesen kontrollálatlan. Szerintem, tehát ez minden jelenetnél fújkálnak össze-vissza. Ez szerintem az 5. percnél megunod a székmozgással együtt egyébként. Tehát szerintem ez nem olyan, amit én 90 percig ültem benne ezen a rajzfilmen, ez nem olyan, amit a végéig ott leesett állal ülsz, hogy uram, Isten, még mindig mozog, fantasztikus. Jó, ezen itt túl vagy. Na itt jönnek a finom pikás dolgok, jön az illat. Amikor Krúdék bemennek a dzsungelbe, akkor szépen elkezdenek ilyen dzsungel illatot árasztani. De a gagyi dzsungel illatosítóval, vagy tényleg? Szerintem, ami nagyon nagy, hát figyelj, nem tudom, hogy az ember, aki ezt az illatot összekeverte, volt-e már életében dzsungelben, de jelentem neki, nem hát ilyen illata. Hát ezért jó, mert hányan voltak egyébként dzsungelbe? Mindent elhiszünk, nem? Hát, egy ember beadnak egy dzsungel illatot, Jani? Hát... Te rögtön beszopod. Csak mondom, hogy a többségünk mindent elhisz. Hát abszolút. Milyen szegfűszeg vagy fahéj? Hát milyen? Ilyen valami, nem tudom milyen volt, 5 órával később nekem még dzsungelszag volt az orromba egyébként. Tehát, hogy hazamentem még azt, hogy innyi, még mindig dzsungel, megfog majd liánt. Tehát, hogy az a dzsungelszag, az beakadt, tehát valami nagyon erős aromát használtak. Állítólag 1000 ilyen illat minta van kikeverve. Tehát itt az égett gumiszaktól kezdve egyébként a szellentésen át itt mindenki van keverve állítólag. Tehát ott a helyünk. Micsoda perspektíva. Ott a helyünk. Ez most már egyre jobban vágyom rá. Ott ültünk benne, és ott nézd, illat minta. Nem, bocs, ez én voltam. Mert élethű illat. Rá tudod fogni a filmre, nem? Tökéletes. Valami kicsúszik. Ó, megint barlangba van. Kutyafáj. Úristen, milyen szeles a kicsi. Nézd a kicsi, hogy fel van fújolva. A kis gázos. Adjatok neki édes kömét. És hát itt jön még egy finom dolog, a víz, ezt elég gyakran alkalmazzák, ugye, hogy van elől egy ilyen kis prickoló az előtted levő széknek a háttámlájában, és ha bárki tüsszent, fejest ugrik a vízbe, nem tudom, bármilyen vízes dolog van, akkor automatikusan téged arcon lőnek. Hát a víz ráadásul felerősít ugye a különböző illatokat is. És ezt lesélted a múltkor. És nem volt ilyen, hogy valaki levert egy tasit az előtőlőnek, hogy ne köpködjél vagy. Igen, nem volt ilyen? Nem, és ezzel fújkálnak. Egyébként, amit mondtál, hogy minden filmben... Ne köpködj, már büdös. Igen, anyádat fújogasod, kisköcsök. Hogy minden filmben van-e valami vizes, hozzáteszem, hogy most jönnek azok az új generációs rajzfilmek, hogy minden rajzfilmben lesz egy 6-8 tüsszentés, hogy ezt el lehessen sütni. Egyébként, mert tényleg így megcsinálják a filmet, hogy el lehessen sütni 4D-ben, nem? És ha télen van a mozi, akkor letek
összetekerik a termosztátot. Akkor meleg víz jön. Igen, meleg vízes arcomköpés. Tehát, hogy ebben a rajzfilmen is volt egy 4-5 tüsszentés, egy 5-6 fejes ugrás vízben, és hogy 3D-s legyen. Tehát, hogy látszik, hogy már nem annyira a sztorira mennek rá, hanem arra, hogy nagyon színes legyen, és legyen benne elég tüsszentés. Tehát, hogy gyakorlatilag erre mentek rá. És volt még egy-két dolog, például, amikor leszakadtak a sziklák, akkor a mozivászon alól elkezdett így füst kigomolyogni, mintha ott lettünk volna leszakadtak, és ott betöltötte a por és a hamu betöltötte a teret. De akkor majd az elkövetkezendő korábbi filmek adaptációja van, például mondjuk egy Shakespeare, Rómeó és Júlia simán benne lesz, hogy ó, Rómeó, miért vagy? Így van, itt nagyon-nagyon. Rómeó. Na, és majd próbálják ott a környező szagokat beletolni. Ja. Júlia. Milyen emberi. Nézzék, milyen aranyos. Próbálnám hozzátok egy picit közelebb hozni az élményt, mert ez így elmondva nem feltétlenül... Igen, nem éreztem el nem múló ingerenciát, hogy elmegyek. És itt van 4 darab, hozzáteszem egyébként, hogy nem olcsó, tehát azért a magyar államgazdaságot 4 darab jegyel helyre lehetne billenteni szerintem. Tehát, hogy szerintem egyébként amellé baromi drága, hogy azt is kirázza a kezedből, amit megvettél. Tehát Nachos, ne vigyél be, meg kirázzák a 5. percnél a kezedből. Igen. Kicsim, neked még van, nekem sincs már. Tehát, hogy azt nem tudod megtartani. Forgattam egy filmet nektek, hogy a 4-dimenziós élményt át tudjam adni. Azt gondolom, hogy otthon átélhető legyen a 4-dimenziós élmény, nem kell más, mint egy film és 3 ember. Úristen, leforgatod a kaszatárt. Nem, mivel a Pi élete, ugye a jogdíjas ezért a Tipi élete című filmet forgatom, mert full IMAX, full HD-ban, és elhoztam nektek, hogy átélhessük az élményt. El semmi más nem kell, mint Balázsnak egy 3D-s szemüveg, ezt már oda is adom. Én fogok beülni a moziba. Te fogsz arcon köpni. Ezen a vetítésen. Ki lesz az arcon köpő? Itt minden lesz. Lenyúltad Jenő asztalára. Nem látja a klaviatúrá. Itt minden lesz. Elmondom, hogy mik azok, amik ehhez szükségesek. Kell hozzá 3 ember. Egy ember egy biciklipumpával. Ez lesz Feri. Jó, üti a homlokot. Aki azt érzem, nekem már nagyon jó lesz. Aki a különböző irányból jövő indokolatlan szeleket tolja a filmhez. Feri, nincs állam a hajvassalom, úgyhogy óvatosan a szélvel, jó? Kell még egy ember. Kócold össze nagyon. Kell még egy ember, de gyere egész közel, Feri. Kell még egy ember, aki a szék hatásokat, tehát ezt nyugodtan lehet rugdosni, forgatni, mindent olyan dolgot, ami... Nagyon szépen köszönöm, tehát hogy adjuk át a 3D székélményt, szintén nem baj, ha indokolatlan, mert közben nagyon indokolatlanok voltak, és akkor én vállalom azt, hogy a víz és különböző szag és egyéb ingereket vezetem föl neked, annyit kérek csak tőled, Balázs, hogy... A szagot reflexből hozod, nem? A szagot megmondom őszintén, Egy hét nem fürdés után ez nem lesz nehéz. Megmondom őszintén, hogy a műsor elejé óta tartogatom, úgyhogy nem lesz vele gond. Milyen film ez most, valami Ben-Hur volt, mert megrázta a széket. Nem, mindjárt mutatom neked, ez a Tipi élete című. Tipi élete című. Figyelj, a Pi életénél biztos, hogy jobb, annál csak jobb lehet. Ez a Tipi élete című film. Engedd meg, hogy elét tegyem, úgy valahogy úgy csináljuk, hogy nagy képernyőn átéld a 3D élményt, megvan? Amikor készen állsz a vetítésre, mert például belőlem a vizet, oké, meg vagyok. Nehéz lesz átadni, hogy mit csinálunk. Tibi lerakott elém egy laptopot, amin egy kezdőkép van, egy sötét havas utca, 2 terepjáróval. Ez Tipi élete? Tipi élete, 70 másodperces kis, 4-dimenziós vetítésre készüljél föl, indíthatod a filmet, és indítjuk az élményt. Kim vagy az utcán, akkor szélel. Kim van az utcán, elindítom. Indíthatod? Jó, elindítottuk a filmen, elindul. Fúj a szél, esik a hó, Tibi sétál. De rázad a széket. Tibi bement egy lakásba, de nem át csurom víz. Lerázta a kabát. Tisztentett egy nagyon, tök jó a kecót belülről. Ez a tiéd? Leveszi a cipőjét éppen, nyilván tudom, hogy itt akkor megszagolja Tibi a cipőjét, fancsali képpen. Élőben is lerakta a cipőjét, ellen is meg kellett szagolnom. A másik cipőjét is megszagolja, az arcán látszik a cipő rohadt büdös. Tibi feláll, éreztem, igen, kávét kever a konyhájában, érzem a kávé illatot. Nézem, Tibinek ízlik a kávé, tesz bele egy kis szegfűszeget. És ebben a pillanatban letűszök. Tibi ül a dzsakuziában. Ne. Habfürdővel, érzem a habfürdőt, köszönöm. Ki látszik a fél teste fölülről. Megszagolja a... Az egyik ez a hab alatt olyan irázd a széket. Nagyon finom illata van, és belemosolyog a kamerába. Ilyen kabinod van? Abszolút.
fantasztikus. És milyen a 4D mozi élmény? Óriási. Ezt óriási, gyerekek. Vízben úszom. Vehetek új laptopot. Vége a megked meghalt. Nem, visszaszívom, a piélet azért jobb egy fokkal. De az is rohadt szar, de hogy egy fokkal jobb. Most nem volt nagy 4D élmény? De az őrölt fahéj a legnagyobb. Hát azt nem tudom, hogy tetted az orrom alá. Annyira benyeltem. Az őrölt fahéj a legnagyobb. Körülbelül ezt érted a moziba is? Ennyire azért nem autentikus az élmény, meg nem kerül 400 000 forintba. Valaki törölje már a laptopomat. Mondjuk, ahogy hárman itt melosztatok rajtam, ez nagyon tetszett. Feri nagyon pumpált, Jani úgy rázta az ülést, mint valami őrült, de közben gillatokat tettél elém, jó? Nagyon 4D? Nagyon 4D volt. És a cipőmet azért kellett levennem, mert hoztam pápusztait, olyan béna vagyok, hogy kinhagytam. Hoztam pápusztait sajt, hogy azt tegyem az orrod alá, és azt kinhagytam. Átélted? Olyan volt? Azt nem értem, hogy Amerikában van már ilyen, kb. 8-10 éve mennek ezek a mozik, tehát hogy mi tartott ennyi ideig, hogy ez ide érjen? Kínában tudod, is van már nagyon sok. Tudod, hogy mi a hosszú hajó, hogy behozzák ezeket a székeket? Az egy picit profi, ez nagyon balkán, ez nagyon. Ez a Tirana cinema. Ez nagyon balkán volt. Fú. Szagolj bele csak a cipő aromába? Aha, a sajt. Jó, pár húzta egy kis kék sajta. Figyelj, viszont érdemes a Bennit elvinni, tehát végignézhető az ősemberes? Mindenképpen érdemes, nem tudom, miért nem lehet bekötni a gyereket, de én kétszer majdnem térdelőállásból másztam vissza a székbe egyébként, tényleg. Tehát biztos, hogy elhagytam magam, hogy sőt, ott éppen egy ilyen váratlan jelenet, tehát ott azért egyrészt félrenyelsz, másrészt tényleg térdelőállásból mászol vissza a székbe. Kijöttök majd szétszállat arccal, picit pusszagú, összehányva, minden. Jó lesz. Jó nagy tűnik. Milyen érzés fahéjjal látásban? Nem jó, igazából. Mentél volna valahova? Ki volt a locsoló? Hát figyelj, ömlik a víz a ruhájából. Magyarul a dolog jó, és miért működik? Nem sajnáltam rád a vizet. Nem. Én szeretem a fajat, de erre elég. De ugyanakkor azt gondolom, hogy ez azért a Kovinak egy új tip lehet, a felnőtt filmeknek egy új generációja lehet azért. Hát hogy a Kovi mit csinál, hogy milyen, amikor mi nézzük? Tehát ott is mindent az arcodba kapsz. Nem? Ugye egy darabig a dolog. Egy jó squirting. Azért az. Ezzel belecsúsztátok. Félve kérdezem meg, hogy a negyedik dimenziós élmény átadásáért jogos-e a taps és a sikoly? Jogos a taps és a sikoly. Ilyen rosszul vagy? Fajsokkot. Ez itt a Morning Show. Na, amivel foglalkozunk, az egy állat, konkrétan egy papagáj Nagy-Britanniában, aki már a szomszédok agyára ment, panaszt tettek az önkormányzatnál a madárgazdája ellen csendszennyezés címén. A lényeg az, hogy állandóan egy gyerekdalt énekel ez a papagáj, és annyira a szomszédok agyára ment, hogy panaszt tettek az önkormányzatnál csendszennyezés ellen. Nézzük, egy papagájnak mekkora a feje. Ott nagyon sok agy nincsen. De az arányai tekintve viszont igen. A hangja is rohadt erős. Igen. Nem, én nem találkoztam még okos papagájjal. Tehát ránézés, a papagáj ez nem okos. Azért nem ismétel mindig csak sült bolondokat vittek oda neked, hogy ne frusztráljanak az intelligenciájukra. Igen. Az, hogy fejbe átszámolt volna egy-két dolgot, simán lenyomott volna. Annak idején a Balázsról szerkesztő, hogy odafigyeltek erre. Vigyáztak rád. Mert tudták, hogy érzékenyen érint az állatvilág, ugye Charlie a majom révén. Igen, az a baj, hogy a majom múlta már nem már papagájukra is haragszom. Ez az az állatlad? Tehát ez az a papagája, amit ez az? Ti találkoztatok már beszélő papagája? Nem, soha. Én soha. A büdös életben engem még papagája nem győzött meg, hogy valóban tud beszélni. Tényleg, soha. Te találkoztál már? Egy beómadárral. Azok állítólag nagyon okosak. De mit mondtam? Köszönöm. Jegyeket, érdeket kérem előzésre felmut. És felhúzta a kis karszalagját. De volt ilyen, hogy azt mondta, hogy hello, mint a ki vagy. És azt mondta, hogy tényleg azt mondta, hogy hello, ki vagy, nem ott állt mellette a gazdája, és belemagyarázta, hogy most azt mondta, hogy folyik a víz, elindult a locsoló. És tudod, hogy a papagáj nem ezt mondta, csak valami artikulátlan hangot adott ki, a gazdája meg belemagyarázza, hogy ezt mondta. Mert általában ez történik, nem? Így. Na. Nem, én tisztán hallottam. Tehát, hogy értelmesebb. De mit mondott? Nem tudom, hogy te ki vagy, és mondta, hogy Jani, köcsög vagy. Nem járni, de... te kis köcsög, ne várjál. Mondott értelmes szavakat, mondott egyébként. Aha. Tehát akkor már van egy ember hármunk közül, aki valaha életében hallott egy nyomorúságos papagájt beszélni. És használta is értelmesen, vagy csak kihallottam? Valami olyan, hogy biztos vagyok benne, már nem emlékszem rá, valószínűleg megalázott, és aztán elkullogtam vörös fülekkel. Oda mentél, beadtál neki valamit, és élelmiszert kiköpte, megrágta, mondta, hogy ez nem kell, és beszólt valami nagyon durvát. Te ott semmi? Te ott lent. Te ott lent vidéken. Nem volt idejük beszélni. Viccelsz. Te ott hallottál valamit? Nem volt idejük. Rögtön a lábosba kerültek. De visszaszóltatjuk, vagy valami. Nincs ilyen, de hogy is hagyjatok már. De
aki azt állítja meg, hogy a kutyája is, ő már beszél a kutya, mert egyébként a kutyát egy csomót lehet érteni a jeleit, de az, hogy ahogy ő vakkant, ott kiértette, hogy téged mamának szólít, hát az baromság. Az ide csak az én papagájam is tök hülye, tegnap sakkoztunk, 5-3-ra nyertem. Na, vannak vendégeink, akiket már ugye tegnap tudtuk, hogy ezzel foglalkozunk, megkértük, hogy jöjjenek el hozzánk, mert állítólagosan a birtokukban van egy-két olyan papagáj, aki tényleg beszél. Most vagy hagyjuk magunkat meggyőzni, és egy életre elhiszük, hogy van olyan papagáj, ami beszél, vagy egy életre leteszünk erről, és elmondjuk, hogy az egész egy rohadt nagy átverés. Jó, viszont és nincs. Ha a papagájok nem beszélnek, megígérték, hogy beszélnek és nem beszélnek, akkor... akkor vége, egyenként, igen. Ki az Edina? Hello Edina, te vagy az Edina, Karámos Edina. Hello, jó reggel, szia. Jó reggel, sziasztok. Meglehetősen szürreális látvány nyújtasz egyébként, hogy egy kettő darab papagáj ül, az egy bal, a másik a jobb válladon. Kész egyet kölcsönbe? Nyugtass meg, vannak barátaid. Vannak, jó. Mint te végighallgattad ezt a felvezetést, amiről mi beszéltünk, nem voltunk túlságosan kedvesek. Mármint a papagájokat illetően. Realisták voltunk, bocsánat. Igen. Próbálok meggyőzni az ellenkező titeket. Igen, milyen papagájaid vannak? Hát elég vegyes a felvágott. Amazon papagájok. Egy picit a mikrofonba hallom. Egy sárgahondokú Amazon papagáj, egy Venezuela Amazon papagáj, arab papagájok, és ez az ominózus afrikai szürke papagáj, egy jákó. Aha. És így éltek így ötösbe? Nem, 13 papagájom van, meg egyéb állatok. Barátod mikor költözött el ott? Márciusban. Úgyhogy igen, a megérzés jó volt. Szóljál neki, hogy ne olvasson bele az e-mailbe, ja? Jó? Igen, ne nézzük meg az SMS falunkat. De hogy tényleg mit, szóval, hogy én ezt így látom, itt jön, mert csipog a meglehetősen üveges tekintetével, így kicsit rád néz, tehát egy macskát megértek, egy kutyát megértek, egy nyestet, egy borzot, de hogy ezeken a madarakon így tényleg... A borzot azt én nem. Tehát tényleg bármit, de ezeken mit lehet szeretni? Ugyanazt, mondjuk egy kutyában. Igen? Ez ekte ugyanaz, csak annyi, hogy tollas kivitel, de... Rettentő intelligens, rettentő értelmes állatok. Bármit meg tudsz tanítani neki, minden hülyességre kaphatóak. És egy négy ütemű fekvőtámaszt is akár? Mondjuk azt nem, de az arákat görkorizni, hemperegni, kosárlabdázni, persze mindent ilyen saját méretükben, bármire képesek. Ugye az Amazon papagájok és a jákok főleg a beszédesebbek, az arab papagájok pedig, akikkel lehet bohóckodni. Aha. Bármit megtesznek a gazdájukért. Ezt nem akarom tudni. Ezt nem akarom tudni, hogy milyen mély a barátságotok, és mi az, amit megtesznek. Az egyik papagáj felrepült Jani mikrofonjára, és ott ül. Nincs kizárva. Nagyon röhögnék, ha letojná a laptopodat. Alá tolom az adásmenetet a biztonságban. Laci, ezért dolgoztál vele együtt. Gyula, hogy fog örülni majd, amikor a laptopot kell takarítani? Na, melyik beszél? Elvileg mindegyik. Aha. Eddig én már sok papagáj tulajdonosra jutottam. Mindig így indult, elvileg mindegyik. És akkor itt jött az a halljunk valamit, hogy beszéljen című dolog, de tudom, új környezet, meg utazás, meg ugye. Meg személyiségük van, ha van kedvük, beszélnek, ha nem. Hát azért van, amihez köthető, tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor nagyon szívesen csacsognak. Például tegnap szakadt az eső a röpdébe, és meg voltak őrülve. Tehát az összes madár mondta a saját mondókát, mindegyik a betanult sémát, de néha kooperálnak is. Aha. És akkor együtt de mit érted, ha beszélsz papagáj, hogy kooperálnak? Tehát ezt így fordított magadban? Vagy honnan veszed, hogy ők kooperálnak? Hát voltak ilyen vicces történetek, tehát volt erre már precedens, pont ez a két madár, aki itt ül a két mikrofonon. Hát egy kicsit ilyen szexuális jelentet adtak elő már korán reggel, nem tudom, a szomszédok mennyire örültek neki. De ezt ilyenkor mondják is, hát hogy mondta neki, megcsinálom. Edina, forduljam, úgy elkapom ezt a kis kéket. De honnan tudod? Én, az persze, a két madár együtt van, azt lehet látni, de hogy magát a jelenetet, az... Hát kukújvöltött neki, hogy gyere csak, ilyen akár meg, és akkor gyere kukúj, gyere. Így, pont így, hogy gyere kukúj. Pont így, és halál égő volt, mert mondom, mit gondolnak a szomszédok, mert persze ez két utcán elhallani a környéken. És ezt mondta, gyere kukulj. Gyere csak, de ilyen mély hangom. A lábamat megeszem, kukulj. Gyerekek, ha most ez a papagáj kimondja, hogy gyere kukulj. Vagy ránéz és azt mondja, hogy gyere kicsi. Gyere kukulj. Gyere Jani. Gyere kicsi, azt mondja. Figyelj, nem lehet, hogy valami pszichodelikus szert fogyasztotok, és ezt így belehalljátok. Bele. Tehát egy szexuális jelenetet ad elő két papagáj, te felkelsz és végighallgatod, az egyik papagáj azt mondja, hogy gyere kukúj, gyere ham. Igaz, hallottad, most mondod, hogy halkíts már le a Sunshine Reggit. Igen, nem lehet, hogy kicsit kevesebbet kellene szívni, de tényleg lányok, tehát én megértek mindent, de azért de ne gondoljuk túl ezt a kommunikációt. Hogy sűrűn néztek-e pornót még, ez a kérdés, amit eltanul. Az a durva, hogy nem, tehát ezt a madarak honnan
onnan szedték. De vagy igen, de hogy jön ez ide fel? Tehát számos olyan eset van, amikor bizony-bizony úgy reagálnak, hogy a szituáció megkívánja. Hiszitek, az mit jelent? Például a kokáért volt olyan kolléganő, ment, készítette a kis ebédet, nyújt, benne volt derékig a hűtőbe, kuku odaszállt a hűtőajtóra, és kuku benézett. Akit az előbb párosodni hívott egy másik, a gyerek kuku. Megkérdezte, hogy te mit csinálsz? És akkor... Megkérdezte a papagáj, mit csinálsz? Persze, és mondta azt, hogy hát kuki, hát ebédelnék, ha nem probléma. Persze, és aztán azt mondta, hogy ha a parmezán sajtot keresed, balra felül a második polc. Hagyjatok már, persze, ne kamuzzatok már. Jó, te mit csinálsz? Ebédelni készülsz, vagy valamit nassolni? Kérdezte kukúj. Figyelj, kapcsoljuk be a tévét, még a mokkának a végét elkapjuk. Nem, ne nézzük, ma van a Kárászra, majd nem, őt nem csípem. Nem, inkább tedd át a US Open-re, fél egykor a Nadal játszik a kemény pályán. Na jó, tessék, ha most valamelyik papagáj mond valami, amit én, mint egy független papagáj szakértő elismerek, és aláírom, hogy valóban ezt mondta, gyerekek, bármit elhiszek. Bármit. Ha kukujból, nunujból, bármelyik papagájból egy rohadt büdös szót előcsalogatunk. Ha azt mondja, nézd, bali parmezán, akkor meg azt kértek, amit akartok. Zuri, jó? Most mit kértél tőle? A csajozós fütyét. A fémiákom előszeretettel alkalmazom, amikor elmegyek a röp, de veletek, hogy utánam fütyül ez a... Na? De benne van a szádban a feje. Igen, közben egyébként lazán csókolózol egy papagájjal, igen, szóval, hogy itt érdekes dolgok történnek. Persze, hogy nem tud beszélni, hiszen a csörék közt van a mandulád. Igen. Ki a kukuj? Ki a kukuj? Kuku. Ja, kuku. Ő keresi a parmezánt a hűtőben? Tehát ő szól rád, hogy mit csinálsz. Aha. Kukukám, egy fél mondatot, csak azért, hogy én, az egyébként nagyon állatbarát, de kicsit papagájok szintén szkeptikus ember. Kuku, mit csinálsz? Csak... Ki ez a madár? De figyelj, akkor már legyen valami tétje, ha most megszólal. Amit kérsz utána. Na, egy hétig minden reggel reggeli. Legyen ez mondjuk, hogy mondjuk elválasz egy epizód szerepet, Győzik-e István a cigány. Jó, ha a papagáj mond egy értelmes szót, akkor belemegyek, elvállalok vagy szerepet a Győzike. Én tudom. Már Rezsőke leszek benne, ugye? Romeo és Júlia. Ha egy érthető szót mond a papagáj. Melyik a kuku? Most hol van kuku? Mert három zöld van. Kuku ott van. Két zöld van. Ja, bocsánat, két zöld van, igen. Az egyiknek csak a feje zöld. Kuku, Edina bal kezén. Mit csinálsz? Ki ez a madár? Hallgat. Kuku, ki ez a madár? Ne égesd be. Ki ez a madár? Be nem válaszálj ennek a rohadt papagájnak, gyerekek, a rohadt életbe. Ez a kuku, hát az is találja. Tudod, milyen trécsel ez majd, hogy miért beszéltetek? Kuku egy hétig nem... Szavarba volt! Tényleg azt gondolom, hogy ne szívjatok ennyit, csajok. Tehát, hogy tessék elmenni sportolni, barátokat találni, nem? Van! Mit mondott most? Most semmit, most ordít. Azt hittem, azt mondta, hogy ez volt a parmezán. Nem, engedd el. Mit csinálsz? Semmi, ül a kezedben, majd én megmondom. Kuku fölmászott a mikrofonra egyébként. Kuku nagyon helyes madár. Jön, megy, nézelődik, van benne egyfajta kíváncsiság. Ők rettentő kíváncsiak, csak most nem tartom valószínűleg, hogy... Kuku kinézett magának, nem tudom. Már most voltak mondjuk itt a mikrofonnál olyan pillanatok, amikor jobb volt, mint Harsányi Levente. Igen, tehát a balogesperes Ákos már most kentetbe verte. Hát gyerekek, nem lettem egyelőre, nem még továbbra sem, a magam valami. 36 évével nem jutottam el oda, hogy halljak egy igazi beszélő papagáj. Léci, annyira szeretnénk látni, hogy... De mondom, elmegyek... Az új István újra gondolásban. Bevállalok egy epizód szerepet, ha Kuku a maradék 2 percben bármit mond. Azt mondja, hello Bali, ha csak ennyit mond. Vagy azt mondja, hogy nagyfejű, vagy bármi. Így van. Vagy azt mondja, milyen szavakat szokott könnyen mondani? Kaleszten azt talán segít. Teljes a termékpaletta az nagyon széles. Mit csinálsz? Mi a baj? Ki ez a madár? Gyere csak, gyere kuku, gyere pepe. És ugye, amikor megkérdezi, földobja a röbbébe a kérdést, hogy ez a madár, akkor innen-onnan jönnek a válaszok, hogy kuku, pepe, kinek éppen mi ez van kedve. Tehát a többi az válasz. Ez a röbde olyan sokszor előjön, ez mi? Tehát ez a röbde, ahol... az úgy kell elképzelni, hogy van egy 6 négyzetméteres fedett madárházuk. Aha, ez a lakáson belül nálatok? Nem, a házhoz hozzá csatlakoztatva. Ez ugye all-inclusive fűtéssel ellátott csillivili madárház, hozzá egy 12 négyzetméteres külső rácsos rész, kertitóval, kispaddal, és akkor az a külső része a papagájoknak. Tehát ők ott élnek egy ilyen nagy közösségbe, és a röbébe időszakosan rájön. Tehát rá is jön az 5 perc, és akkor szépen csacsognak. De ez nem feltétlenül pozitív mindig. Tehát bent a házban van egy kakadum, az reggel 200 decibel üvölti, hogy ne kiabálj.
tehát a gazdája annyit mondta neki, hogy a végén megtanulta. Hmm. Szomszédokkal felöltően a viszony? Nincs szomszéd. És eladhatatlanak a telke. Kuku. Mondd, hogy kuku. Kuku, mondd, hogy kuku. Kuku, legalább ennyit mondják. Kuku, csak egyszer szólalj meg, és bocsánatot kérek mindenért. Kuku. Mit csinálsz? Ez amit csinálsz, ez nálatok egy koreográfia? Vagy ha kicsit leszúrod, akkor ő hamarabb beszél, mert úgy. Nem, hanem amikor állandóan, amikor kicsi volt, és rengeteg minden szétkapott, míg rájött, hogy kuku, mit csinálsz? És ugye előbb-utóbb elkezdte visszamondani. Ja, és elkezdte mondani, mit csinálsz. Aha. Uh-huh. Gyere csak. Szia! Hát ebben nem biztos, hogy lesz valami ma. Nem, kuku megnémult. Carmen, gyere. Carmen a másik? Carmen a nagy dumagépő. Nyugja. Az be nem áll a szája. Hát akkor a dumagép gyerekek, alig tudok megszólalni mellette. Komolyan mondom, Carmen, be nem áll a szája Carmennek. Carmen, mondd szépen a fiúnak, hogy puszilgasd. Hm? Puszilgasd. Igen, ez egy ezt másik történet. Meg? Igen, nem tudom, miket hall ez a papagáj egyébként. Ezt kitől tanulta még az exettől? Sokat hallott? Puszilgasd. Lassabban. Mélyebben. Jó, gondolom, hogy azért ez a kísérlet még hagy némi kívánni valót maga után. Ment. A kis jó indulattal valamit kihalhatok, abból a parmezán még nem jött elő, de valami... Most. Na? Ez az. Igen. Szia. Aha. Legalább annyit mondjuk, hogy szia. Messziről jöttetek, csajok? Sojmáról. Egészen. Nyugtassatok meg, hogy valahol minden a kerületből. Jó, hát lányok, drágák vagytok egyébként, de értetek, kuku, ő kuku? Igen. Ő nagyon szimpatikus egyébként, jön már éppen a kávénból iszik, gyere, hát ha... Ott is van. Nézd meg, azt az inget, ha leszarod életem végéig fizeted. És ott kikapta volna a bal szemem. Egy ilyen átlagos kedreggel. Jani megkapta a struccot. Igen, de mondjuk... Bírod még tartani? Az egy jó nagy badár. Én nagyon örülnék neki, hogyha az egyetlen mutatvány az lenne, hogy kikapná a jobb szemet. Pont ezt mondom, hogy... Tudod, csak így ezért. Bejössz egy átlagos kedreggel, kicsit az esik az eset. Hát nem beszéltek a madarak, és így mennék haza 10-kor, tudod így. Hazérnek... Szia, anya! Megkérdezi, igen. Apácska, az öltél volt valami, mert áll semmi, csak a szokásos. Bejött egy madár, kikapta a jobb szememet, aztán ennyi, elmentek. Beszélni nem tudod, de nem volt rossz. Mi van enni? Igen, nem, de úgy, hogy a Bali kicsit fölidegesített, de nekem meg kikapta a szemem, tudod? Igen, Feri elég messze ült ahhoz, neki nem történt semmi baj, csak a bal karját érte le egy Balázs cukkolta, de őt nem ért el, úgyhogy kikapta az én szemem, mondaná Jani. Na jól van, lányok, hát drágák vagyok, tényleg. Köszönjük szépen. Megmondom őszintén, kicsit erre számítottunk, gondoltuk, hogyha új környezet, mikrofonok, lámpa, stressz, hát akkor azért a papagáj általában nem beszél. De maradjunk akkor még a szkeptikus oldalon. És az utolsó, amit lehet hallani, hogy a folyosan Music FM, Jó, hát köszönjük szépen. Mi is köszönjük a lehetőséget, talán már egy másik alkalommal. Na, jó, figyelj, ha beszél, küldjetek át MP3-ba, vagy valahogy, holnap bejátszunk. Van fölvéve egyébként hanganyag, csak kérdés, hogy mennyire érthető, mert ablakon keresztül lett fölvéve. De ha van ilyen, ma tudtok valamit rögzíteni, csak kíváncsiságban. Egyébként a net nyilván tele van beszélő papagájokkal, de ha már őket megismertük, akkor legalább halljuk kukut tényleg beszélni, hogyha valamit tudtok rögzíteni, akkor szívesen meghallgatjuk. Azt jó? Küldeni mindenképpen. Te csókolózol azzal a papagájjal? Néha szoktunk. Uh-huh. Nem akarok többet kérdezni, nekem ez egyre bizarabb, hogy itt Edina szájából közben kilóg egy papagáj. Egy reménytelen kísérletet tettünk arra, hogy beszéljenek a papagájok, hogy egy brit papagájt feljelentettek csendháborítás miatt, és a papagáj állandóan beszél és énekel az Old MacDonald Head of Farm című dalát. Énekli, valamit beszél, mondja rendőrség, kamera felvétel, és meghívtuk ide Edinát, ugye papagáj tulajdonos, nem is egy papagáj tulajdonos, a több, hogy próbálj meggyőzni. Leginkább engem, mert hogy szkeptikus vagyok, etérem, de hát nem mondom, hogy azért ez most még úgy átment. Nem? Igen, nyomasztott még hibák. Még azért vannak hibák. Hát ez a változékony időjárás, hogy nyomasztott őket. Kuku. Abban nem kávéztak. Kuku elcsendesedett egy picit. Na most a tulaj szerint az autóban végig beszélgettek. Ah, igen. A két papagáj és ő. Ha azt gondolom, hogy hát helyes lányok voltak meg minden, de hát azért a skizofrénia az abszolút lehet kezelni. Tehát, hogy van erre már megoldás. Így van, és most már tényleg nem kell feltétlenül mondjuk nagyon durva dolgokra gondolkodni.
gyakorolni, de nem, tudom, hogy hideg vízben nem nyomják le őket hátrakötözött kézzel, vagy elektrosokra se küldik őket, gyógyszeres kezelés is elkerülhető, úgyhogy... Van egy pöszek kígyón, bevihetem? Kérdez egy hallgató. Csáó, én a lányok dílere vagyok, ha érdekel, vagy kell valami, akkor hívjatok. Az aranyhalam a hosszú O betű tudja, csak a víz alatt nem haladszik, így a sanya. Nekem beszél a tehenem, sőt, szült két ökröt, azok is beszélnek. Akarjátok, beviszem őket. Még hogyha pataki bolond mi, tegnap két játékos Mos Eisley-ból, most meg ez a lány az Olderáról. Papagáj vagyok, hív fel. Így egy hallgató. Ha igen, hát ez nem, de tudjuk be ezt a stressznek. Aha. Tudjuk be annak, hogy utaztak, idegen környezet, nem? Hogy lehet valaki ennyire jó szívű, ennyire megbocsájt? Próbálom terelni, de egy életükben nem beszéltek ezek a papagájok. Nekik is valaki ilyen élménye, nekünk is van egy beszélő pelikánunk, 9 után jön. Igen. Amikor gyerek voltam, a mamám mondta, hogy a papagája mondja, hogy Peti vagyok, ott figyeltem egész nap, és tényleg hallottam. A másik mamám, amikor a kacsát tömte, mondta, hogy figyeljem a fenekért, mert ott fogom látni, hogy kijön az ujja. És esküszöm, hogy azt is láttam, nincs lehetetlen. Állítólag vannak beszélő macskák az interneten. Jó, igen. Jó, én most találtam egyet-kettőt, ez egyébként érdekes, ahol ugye ilyen home videók formájában macska tulajdonosok leforgatták, hogy az ő macskájuk beszél. Van egy-kettő, ami érdekes. Szerintem nem kamu. Itt van például egy amerikai macska tulajdonos, aki köszönni meg énekelni tanítja a macskáját. Figyelj, megmutatom, hogy ez hogy szól. A macska utánozza azt, amit a pali mond neki. Jó, de itt se beszél a macska, csak belehallasz valamit, nem? Tehát a macska nyög, ugye? Az elején nyávogás, és akkor a második része ilyen. Igen, igen, igen. Van egy másik is. Oh my dog, mondja a macska. Oh Long Johnson, mondja a macska. Hát én ez mondjuk ez nem szól rosszul. Ez igen. A macska volt, figyelj. Figyel. Klasszikus. Oh my dog és Oh Long Johnson. Itt mondjuk, na az első hát olyan, az első olyan, amit elhiszek. Oh Long Johnson, mondja a macska. Egy angol száz nyelvtörőtön, ez teljesen hihető. Igen, figyelj, figyelj. Ez egyébként tényleg jó. Ez tényleg jó. Tudom ki. Ez, mondjuk ez egyelőre az elmúlt évszázad legjobb bizonyítéka, hogy van. Ennyit tudott volna a papagáj, én megadom. Igen, ha kuku mondott volna azt, hogy mikmak, már elhiszem, nem? Tehát bármit. A kuku egy fél mondatot mondott volna, akkor azonnal megadható a dolog. Vajon mit csinál most kuku? Most egy ilyen pereskedés, hogy miért nem beszéltél? De beszéltem, miért nem beszéltél? Nem hallottad, hogy beszéltem? Mind a két bögrét aláírtak. És én miből is szóltam? A bögr az enyém. Biztos vagyok benne, hogy most a kocsiban majd nagyon nagy pereskedés zajlik. Edina és... Úgy zent kuku. Igen, nem. Hát küldött megint mindannyiunknak egy-egy e-mailt. Nem, igen. Fontos, hogy miért küldött kuku. Itt ülök a kocsiban, bocs, srácok. Bocsi, nem szólaltam meg. Elnézést a helyesülési hibákért, ha az egyik karmommal vezetek. Na jó, hát miért keltem úgy ma föl reggel, hogy ma bejövök, és úgy megyek haza, mint aki hiszabeszélő papagájban. Picit megint lóvá tettem. Mert megint a felező vonalon jöttél végig, és olyan volt, mintha egy csík lenne, amit felszín. Igen. De hát látod, hát nagyon, az SMS-ek alapján is, hát rengetegen mondják, hogy beszél. Én beót, az ő papagájuk beszél. A beót azt hallottam már beszélni, az képes arra, hogy például ilyen autóriasztóknak a hangját, vagy házriasztóknak a hangját. Sokszor hallja, megjegyzés egy az egybe visszaadja, de annyira megszólalásig hasonlóan, hogy az valami hihetetlen. Tényleg. Te is szívsz. Te is be vagy tépve. Zamárdi van a szomszédnak. Volt egy arab papagája, nem beszélt, de minden hangot utánzott, amit hallott. Riasztó, nyikorgóajtó, csengő. Nagyon kemény volt így a Mikey. A malacaim franciául beszélnek. Kérdem,
kérdem őket, kértek enni? Erre ők, új, új. Be. Tényleg. Igen. Igen, hát ilyen alapon akkor érted? Bármi, persze. Tehát, hogy nem? Ilyen alapon bármi beszél.